Jó estét kívánunk mindenkinek, szervusztok! Mi vagyunk a Hotel Végtelen, hárman vezetjük ezt a műsort, gyors bemutatkozással is kezdjük. Én vagyok Dr. Viola, és persze itt vannak állandó műsorvezetőtársaim és jó barátaim. Dr. Vilma vagyok. Dr. MG, sziasztok! Kis szervusztok. Doktor, persze, kis doktor. Doktor hallgatók, SMS számunkat mondom, 70-es 70-60-995, telefonszámot pedig nem én mondom. Majd én, mint doktor, elmondom. 35-39-451, elért egy 061-es előhívót, ha gondoljátok, és akkor sikerülni is fog. Tehát 061-35-39-451, amennyiben mobiltelefonról hívnátok. Figyeljetek, az már nincs, ugye, hogy mobilról előhívó nélkül nincs, a szolgáltatón belül. De megszín. A szolgáltatón belül szerintem nem. Nem. Már nem engedi. Kinek hiszel, Vilma? Nem tudom, mert engem mondjuk az elmúlt 10 évben nagyon sokszor mindig felhívnak, és megkérdezik, hogy én vagyok-e az állokház. Mondd, hogy te vagy, hát ha beadnak valami fuxot. És mindig azt gondoltam, hogy biztos az ő földi számuk, ami az én mobil számom, igen, és hogy előhívó nélkül hívja. Na de akkor most, akkor mi van? Hát be kell ütni a plusz 36-ot. Nem így kérdezem, hanem hogy akkor tényleg az én számom van rajta az állokháznak a... szórólapján. Elképzelhető. De ez nekik miért biznisz? Hát nekik ez nem túl nagy biznisz, de valószínűleg kikerült a figyelmüket. Hát ez van, gyerekek. Hát én már rég fél kiló arany lenne otthon, ha nem több. Amit mindenkire adtam monogramjára 1000 forintot, és már Karib-tengerre lennék. De hát Csarib. Bocsánat, Csaribnak tengeren. Na. Mikor van az ismétlés, Vilma? Kérlek szépen, hát tudom, nagyon izgulok is. Az ismétlés szombati napon van. Mettől meddig? Este 10-től éjfélig. Melyik frekvencián? A 99,5-ösön. Szuper, nem tudok belekötni. Nem tudod hibázni, az helyzet nem tudod. Van egy honlapunk, az a hotelvégtelen.hu. Tessék regisztrálni, mert hogyha regisztráltok és úgy léptek be, akkor rengeteg teljes letölthető adást tudtok teljesen letölteni. Körülbelül egy olyan 120 van, amit hogyha kettővel beszoroztok, mert ugye 2 órás egy műsor, akkor az több mint 200 óra. Az mennyi idő alatt jön le? Annyi idő, 200 óra alatt jön le. Egyébként nem muszáj letölteni, tehát meg is lehet hallgatni a honlapon. A Facebookon is ott vagyunk, Hotel Végtelen néven keressetek ránk, találjátok meg. És még mielőtt elfelejtném gyorsan, ugye az adás elején elmondom, hogy most pénteken fölkerült a YouTube-ra a csatornánknak, hogyha ismerősei vagytok, akkor biztosan tudjátok, de a Hotel Végtelenre is kiraktuk. Egy válogatás, a 2006-os Partizán Bálos alternatív megasztár fellépők egyfajta ilyen tömörített kedv csinálója fölkerült, úgyhogy tessék megnézni, megtalálható a legegyszerűbben a Facebook oldalunkról. Igen, a Hotel Végtelen. No, mi lesz a mai műsorunk témája? Hát kérem szépen, a mai műsorunk témája, amin Vilma már egy kicsit elkacarászott, az időjárásról fogunk beszélni. Hogy joggal kérdezhetnétek, tehetnétek fel a kérdést, ti doktor hallgatók, hogy jön az időjárás egyáltalán az emberi kapcsolatokhoz, meg nagyon mit befolyásol. Nagyon is oda jön. Rengeteget. Tehát erről több órát fogunk tudni beszélni, de kettőt mindenképpen. Mert bizonyos szempontból mindent ez befolyásol. Így van. Tehát és most ne is menjünk bele a frontokba, hanem mindent. De szerintem menjünk majd bele a frontokba is, de amiről eddig szó volt, az csak mellékes az időjáráshoz képest. Így van, az időjárás kapcsolatokat tud szétrontani, összehozni. Vannak kapcsolatok, amik létre se jönnének, ha mondjuk nem megfelelő időjárás lenne. Tehát annak a kapcsolatnak megfelelő időjárás. Mondjuk arra gondol a doktor úr, hogy mondjuk télen, amikor hideg van, akkor lehet, hogy te nem mozdulsz ki, inkább otthon kushatsz, és mondjuk így elszalasztasz olyan lehetőségeket, amiket mondjuk tavasszal és nyáron megragadnál, hiszen akkor fölkapsz egy farmert, egy pólót, és akkor mobil vagy. Ennyi, és vagy este 10-kor még el lehet menni barangolni a Dunapartra. Vagy arra is gondol, sehova. Ha nem lenne tél, akkor nem lehetne menni síelni, és akkor ott nem lehetne megismerkedni valami mókás baleset közepette azzal a nyalka fiatalemberrel. Igen, gyakorlatilag a télben ez az egyetlen, a hógolyózáson és a hóember farigcsáláson kívül a síelés az egyetlen, ami egy ismerkedési fórum. Igen, viszont a tél az ad előnyöket is, nem csak ilyen hátrányokat, hogy akkor nincsen kedved kimozdulni, mert hogyha mégis kimozdulsz, akkor könnyebben mondod azt, hogy azonnal menjünk egy meleg helyre, mert megfagyok. Pontosan, tehát nem kell a szabadba lődörögni órákig és fűzni a nőt, férfit, egyből be lehet vele menni kocsmába, presszóba, vagy esetleg lakásra. Ugyanakkor ez hátrány is, hogy a szemüveges vagy, mert gyorsan bepárásodik a szemüveg. Belépsz valahova, és egyből neki mész a hűtőszekrénynek. Jó, meg állandóan szipog az ember. Igen, hát ez előfordul, hogyha... Sőt, hát majd mondok egy jó kis sztorit
a téli kirándulásra, ami a János egyik kilátóban esett meg egy volt osztálytársam, tehát a volt osztályommal, de ezt majd később fogom elmondani. Volt osztályoddal? Te tanítottál? Hát nem sokat, nem sokat. Nem ebben az osztályban konkrétan jártam. Na nézzük az üzeneteiteket. Nekem még a bakancsom is doktor Márten, sziasztok, már megnevettetek, aztán még poént sem mondtatok, Punk írta ezt. Hát igen, doktor Márten ezt horda ki. Doktor Punk üzenete volt ez. Aki nemrég még gyurmázott. Holdkorong azt írta, hogy na, ez lesz az az adás, amikor Viora és főleg MG hosszasan gyalázza a telet, és elmagyarázzák, hogy itt tavasszal a bré is mennyivel keményebb. Ugyanerre reagált Jude, aki azt hiszem, hogy és milyen igaza lesz Viorának és MG-nek. Igen, nem szeretjük a telet, az az igazság, hogy mi tényleg röhöljük, röhöljük a telet. És ő tudta előre, hogy én nem, vagy... Szerintem nem mert még téged is belevenni. Hogy lesz szarja, hogy én mit mondok, az is lehet, nem? Nem, ő nem tudja, hogy te hogy állsz a télhez. Tehát téged nem mert így a szájára venni. Ja, Holdkorong írta nekem magába, hogy Vilmát nagyon-nagyon nem szereti, és igyekszik kitúrni a műsorból. Valószínűleg ez nem említett jó, meg. Jó felé haladt különben. Nem is írta. De Vilma, te szereted a telet? Én nem szeretem a telet, inkább így mondom. Aha. Szereti. Jó, nem, most nyilván nem benném bevallani. Nekem a egyetlen, ami zavar ebben a tél dologban, az, hogy sötét van. De az ugye el van csúsztatva igazából. Tehát az, hogy sötét van, hideg, sár és halott a természet, az nem számít. Undorító. Na mindegy, menjünk tovább majd. Jó, nyilván mondjuk a természet ölén jobban szeretem, mint az ilyen kemény, fekete, összefagyott latyak csimbókokat. Fúj. Nézzük az üzeneteket. Van egy születésnaposunk. Jolika. Jolika. Boldog születésnapot! Így megkaptad a beígért tapsot, és tényleg boldog születésnapot kívánunk. Na, időjárással visszatérve szerintem menjünk végig így az évszakokon, hogy melyiknek mi az előnye és mi a hátránya emberi kapcsolataink szempontjából. Kezdjük úgy, mint a négy évszak Vivaldi-tól téllel. A Walt Disney-re gondolsz a rajzfilmekre? Igen, a Walt Disney négy évszakra. Meg a négy évszak pizzára. Jó. Azt a Walt Disney írta a négy évszakot, nem? Mindenki tudja. Hát a pizzát. Miért ő írta? Én nem tudom, én nem olvastam. Én nekem csak annyi ugrik be, hogy volt hát régebben vasárnaponként a sorozat a Vivaldi bemutatja. Igen. És az volt a négy évszakos? Igen, igen. De király. Na jó. Tehát akkor kezdjük a téllel. Hát a tél, én nem is tudom, szóval ha valamiről csak negatív dolgokat tudnék mondani, akkor inkább nem mondok. És most, hogy visszagondolok rá, annyit tudok esetleg saját javamra, illetve rovásomra mondani, hogy gyerekkoromban szerettem a telet. De szerintem minden gyerek szereti a telet, mint ahogy a kutyák is nagyon szeretik a telet. Tehát valamiért a gyerekeknek tetszik a tél, mert ugye hó van, meg abba el lehet esni, meg lehet hógolyót dobálni egymásra, meg mit szóval a gyerekek tök nem reagálnak hőfokra, meg ilyesmire. Igen, a gyerekek mindegy, nem fáznak. Az extremitásokat már azért érzékelik, tehát... Nem, a gyerekek valamiért... Nagyon hideg van, akkor... Igen, tehát reagálnak. Kockára fagynak, akkor valószínűleg, hogy a... Összevonja a szemöldökét? Nem őszinte a mosolyuk, de... De a gyerekek inkább... De sokat kibírnak ezt. Meleget nem bírják jobban, ezt én észrevettem. Jó, de azért most gondolj bele például a téli ünnepkör, azt mindenki szereti, meg az, hogy akkor átsorogni, és a forralt bor körül a kis kezedet melengetni. Hát a gyerekeket annyira nem érinti. Pajtásoddal, nem a gyerekeket. De manapság már ezért... Ott állnak az óvisok a karácsony előtti utolsó óvi napon a kis pohár forralt borral a kezükbe, és szopogatják a szegfűszeget. Hát nem tudom, a gyerekek valószínűleg a havon kívül a téli ünnepeket szeretik. Hát az ajándék miatt nyilván, meg jön a télapó, és akkor hoz a csokest. Télapót, meg a Jézuskát, meg karácsonyfát, meg fenyőfa, meg minden. Tehát ez a média bűne, hogy elhintette köztük ezt, hogy ezek ilyen gyönyörű dolgok, és erre kell várni egész évben. A nyuszinak is örülnek, persze, mert a nyúl is tolja izéket, tavasszal a tojásokat, de jobban belegondoltok, olyan ünnep, amit a gyerekek szeretnek, karácsonyon és húsvéton kívül nincs. A születésnapjuk. Hát az, de az nem ünnep. Tehát különben nem kapnak ajándékot. Tehát a gyerekeknek a tavasz és a tél a legszebb. Hát hány éves korig tart az gyereknek egy gyereket? 18. Akkor viszont a nyári szünet. Mint ünnep. Hát a nyári szünet elég hosszú ünnep. Tényleg a gyerekek a nyarat azért szeretik, mert ugye van a szünet. Tehát a nyár az nem hát, is kivéve, hogy ha megbuktak. Akkor is van, csak akkor rövidebb. A télen akkor van is van szünet. Persze, hát nem. Még megbukott az egész nyáron is. Sosem buktam, elnézést, Gábor.
Régebben mindig azt hittem, hogy aki megbukik, az nyáron jár iskolába. Tényleg? Jaj, de cuki! Tehát én sose buktam meg, úgyhogy nem tudom, hogy hogy van ez. Hát akik megbuktak például, azoknak nagyon szigorú Vali nénihez kellett járni fizika órára. A Vali? Ez egy nekem, fantáziané? Jó, igen, nekem csak mesélték. Megbuktál fizikába. Én, de hogy is. Gábor? Én nem. Most hallható műsor esetleg sértheti egyes hallgatóink lelki, politikai, szexuális, gasztronómiai vagy vallási érzékenységét. Ezen hallgatóinkat kérjük... Találjanak ki valamit! Kérjük, találjanak ki valamit! És hogyha kitaláltátok, akkor írjátok meg nekünk 70-es 70-60-995 az SMS számunk, ide várjuk a rövid szöveges üzeneteiteket. Nézzük, hogy miket fűztetek hozzá az időjárás témához mondjuk a Facebookra. Banok írta az elsőt azt, hogy elsőben kevésbé van kedve valakinek dugni, vagy mi az a kapcsolat, ahol az időjárás fontosabb, mint általában, ott valami nem száz. Oké, Banok, abba gondolj bele, hogy egy kapcsolat ki sem alakulhat, hogyha olyan az időjárás, amilyen. Tehát itt nem arról van szó, hogy hiszt is valaki, vagy faxnis, és akkor azt mondja, hogy nem megy el, hanem hogy tényleg kedvetlen, vagy egész egyszerűen nem vevő dolgokra. Akárhogy szépítjük, azért az időjárás befolyásolja az embereket. Egy eső kifejezetten, hát persze nem az, hogy egy nyári zápor, amikor még szivárvány is van, meg süt a nap közben, ahogy a ördög veri a feleséget, mit szokták mondani. Az egész más, hogy két percig tartó zápor is utána újra süt a nap, hát is jó pára van. Hát hogyha jól elázol, akkor ő is rázik, akkor összenevettek. Az még úgy hangulatos is, de mikor egy ilyen októberi-novemberi szakadó, ótvaros, mocskos zivatarba, ott, hát arról semnek van kedve sétálgatni senkivel. Hogy hát tényleg valaki, hát nem is depjes lesz, de nem érzi jól magát, nem... Az egy teljesen köztudott tény, hogy a nap hiánya, tehát a fény hiánya az embereket depressziósabbá teszi. Még azokat is, akik amúgy nem depisek, de hát van ilyen napfény depresszió, ez egy elég komoly betegség, nekem van szerintem egyébként. Na nem olyan betegség, hogy oltani kellene, hanem olyan mentálisan magam alá zuhanok, meg nincs kedvem semmihez. Természetesen, hogy jobban gondoljatok bele, hát nem gyönyörű napfényben valakivel andalogni, nem jobb, mint szakadó esőben, vagy korom sötétben. Jó, azért nekem attól függ mondjuk, hogy hány fok van, mert én nagyon nem bírom a napot. Tehát, hogyha mondjuk a nyár közepén akár csak egy téren át kell vágnom, úgyhogy már 30 fok fölött van, és utána... Nyáron vagy télen? Akkor én nekem, ez egy halál közeli élmény. Hát nálam 30-nál kezdődik az ideális, tehát én ezt rettenetesen szeretem. Akkor nem fogunk nyáron randizni. Hát de csak te meg napernyő alatt leszel, hát de nagy dolog. Vagy így a fal mentén, mint Csúcsundra, majd ott így elkúszom. Kiszaladsz a tér közepére, figyeld meg. Meg fogod oldani. Hogyha valaki ilyen téri depresszióban szenved, neki segítség az, hogyha elutazik egy hétre a tél kellős közepén valami nagyon meleg országba? Igen, ez biztos. Egy olyan segítség, mint a fájdalomcsillapító, tehát elmegy, marha jól érzi magát, és visszajön, és akkor aztán belehal. Oké, de hogyha mondjuk 3 hétre megy el, akkor úgy jön vissza, hogy 3 héttel rövidebb már a tél, és hogyha ez a tél közepén van, akkor már várhatja a végét, mire hazaér. Hát várhatja itthon is a végét. Mindenképp segítség, bár kicsit anyagilag egy picit megterhelheti a családi büdzsét, ha valaki mondjuk december körül el akar utazni valami karib-tengeri országba. Horvátország itt van a szomszédban. Igen, ott a gyönyörű nyár van télen is. Jó, és már akkor jegek vannak a tengeren. Télen már Afrika van. Hát igen. Egy tenger van között. Minimum odáig kéne elmenni, de legalább a karib. Jó, de télen tél van. Hát és télen, de hát Afrikában azért nincsen hideg. Jó, az igaz. Hát visszaesik azért 28-30-ra. Hát de azt talán ki lehet bírni. Hát, tényleg mondjuk az igaz, hogy én akkor voltam Afrikában, amikor ott tél volt. És tényleg visszaesett néha, 28-ig is lement. A betyárja. Kivetted a balhét? Hát én nem vettem ki a balhét, de azt viszont nagyon szenvedve figyeltem, ahogy a gyerekekre kis kötött sapkát, zoknit, kabátkát adtak. És a tevék borzolom a helyi gyerekekre. A helyi gyerekekre. Hát nagyon mondván, hogy most már azért nagyon ideg van, és néztem, hogy úristen. Hatalmas csomag papír zsebkendőben. Fel fog forni az a gyerek. Meg kucsmába indultak, 28 fokban az iskolába. Rájuk szóltál, hogy
Hát még jó, hát hogy ne szóltam volna rá idegenekre a buszon, hülye vagy? Még jó, ezt így kell hát még jó, hogy megmondtam neki, hogy mit csináljon a gyerekével. Elindult hát azért... 30 fogva a kis szerecsen gyerek iskolába. Megtanultam azt rendesen. Annyi meg utána rohadt, még egy kis sálat, hogy meg ne fázom, hogy odaért. De aztán mégis mondták, hogy azért kell szoktatni egy kicsit a purdékat, mert ugye nyáron, amikor 50 fok van, akkor ne hagyj azt higgye a szervezete, érted, hogy a 28 a meleg. Hát így van, hát készüljön rá. Télen több égő dolog történhet az emberrel, gondolok itt arra, hogy hát a legegyszerűbb, amire gondolhatunk, hogy elcsúsztik mondjuk, igen, és magával rántja, vagy valami. Vagy bármi, hát milyen mozdulatokat tesz az ember. Én... Akkor, hogy az arcára fagy a taknya, mondjuk. Ami egy egészen égő dolog. Vagy így a sára, úgyhogy észre sem veszed. Bajuszár legyen, jégtaknyok. Képzeljétek el, körülbelül olyan 10 éves lehettem, amikor láttam, azt hiszem a Deák térnél történt ez az esemény, egy fiatal pár mendegélt, és a sima lépcsőhöz értek, elkezdtek felfele menni, csúszós volt, minden tél volt, a lány elesett, nem történt semmi gond, fenékre esett, viszont valószínűleg nagyon megüthette magát, mert hogy sírt, igen, de nem bömbölt, meg nem csinált jelentet, hanem hát úgy igen, és a srác pedig nem tudott mit kezdeni a helyzettel, mert hát segített neki fel, föl tudott állni, meg semmi baj nem volt, csak sírt, és valahogy így mondta, hogy hát, ne sírjál, de a lány meg sírt, szóval, hogy erre ez gondoltam. Csodálatos történet volt, köszönjük. Ez nagyon megmaradt bennem. Iszonyan vártam, ez hogy beleégett, mi lesz. Ez beleégett a lelkezbe, szerintem. Jó, de röhögött a srác legalább azon, hogy elesett. Zavarában egyébként. Na jó, igen, van, tehát, azért. Nem tudott mit csinálni. Elfordult, úgy röhögött, tehát nem. Annak gyertek, idején, nézzétek is, hogy pár évvel ezelőtt bemondta a rádió reggel, telefonját hogy... Telefonját előkapta, fölvettem volt. Pár évvel ezelőtt bemondta a rádió, hogy ónos eső várható a hajnali órákban, és akkor én, mivel jófej gyerek voltam már akkor is, én úgy gondoltam, hogy reggel tréfákat fogok üzni, hogy az emberek ne olyan szomorúan menjenek munkába, ezért két kartonpapírt megírtam, egyikre egy egyest tettem, másikra egy nullát, mint a jég, mint a korcsolyán ezek a pontozók, hogy majd lemegyek reggel az utcán, és ha valaki perecel, akkor odállok mellé, feltartom ezt a táblát, hogy milyen szép gyakorlat volt, és akkor hátra el fog kezdeni kacagni. Akkor még a második kerületben laktam. Mondjuk pedig ez elég jó. Kimentem az utcára, ilyen, én is rájöttem, hogyha nagyon nem figyelek, akkor magamat is pontozhatom mindjárt. Tehát eltámolyogtam az autóig, és a szomszédban lakott egy idős pácsi. Az olyan nagyon jó karban volt. Hát a 80 felé járt, de jó karban volt az öreg. És akkor nagyon udvarias, ilyen régi vágású úriember volt. Meglátott, és megfordult, és így megemelte a kalapját. De olyan lendülettel, ahogy ugye öreg csontjaival a kalapot megemelte, az egyik cúvos cipője kirepült a lábalól, és ő zakozott a hentes előtt, hogy a Batthyány téren haladni lehetett, de szabályosan puffant, és így a jég alatt így ilyen megriant, így szétszaladtak a kristályok. Erősen gondolkoztam, hogy odalépjek emellé, és megemeljem a 10 pontot, de aztán úgy döntöttem, hogy inkább felsegítem. És rájöttem, hogy az embereknek hiába bizonyos szituációban nem lehet őket megnevettetni. Tehát lehetek egy jó pofa, meg táncolhatok. Mi az a város, amit majd el kell táncolnom? Amit mondtál, hogy majd táncoljam el, hogyha az a tánc, amit mutattál itt az erkélyen. Ja. Korgonzola, vagy micsoda, mindez, de sajt. De minden. És akkor elképzelésem nincs, hogy miről beszéltek. Jóra, valami táncot mutatott nekem a... Kolera. Valami hasonló nagy koreai város. És akkor rájöttem, hogy, hogy az ónos eső például, nincs az az épeszű ember, aki azt mondja, hogy ebben az évszakban, amikor ónos eső is tud esni, valami szép is lehet. Hát milyen már, kimész és mint a tükrön, tehát nem lehet járni, az autók pörögnek, csúszkálnak. Jó, főleg egyfajta autó, tudjuk melyik. A Merc. Igen. Mert azok csúsznak. Jó, nekem volt már olyan, szerintem, hogyha valakivel együtt vagy, és mondjuk elesel vagy ő, és nem töröd magad össze, akkor nagyon lehet röhögni. Ó, én akkor is tudok röhögni. Mind a két fél, vagy... Mind a két fél, szerintem. Igen, viszont ez akkor nekem érdekesebb, bocsán, nekem hogyha... volt egyszer, egy pár évvel ezelőtt fölmentünk a várba valami kiállításra. Mi? Igen, nem emlékszem. Én emlékszem. És akkor is ónos eső volt, aztán ráfagyott. És volt ez a pont, ahol rájöttünk, hogy itt most se föl, se le nem tudunk menni, mert annyira csúszik. És tudod, az ember megfog egy villanyoszlopot, de onnantól kezdve viszont nem tud már elengedni, mert csak úgy bírsz megállni. És amikor ez is szétcsúszik kétfelé a lábad. Aj, de fincs is az. Hú, de kemény volt. Hát undorítom. Akkor sírva rögtünk, úgy jöttünk le a barátnőmmel. Pedig ez nem nevetséges. Társaságban jobban lehet ilyesmi röhögni. Igen. Egyedül sose rögtem azon, hogy elesek az utcán. Társaságban már jobban.
Nem tudom, azt meséltem azt a sztorit annak idején, mikor az osztállyal felmentünk a János egyik kilátóba? Nem, de ma már azt mondtad, hogy elfogad. A forralt, boros, teás, valamit? Nem meséltem? Hát el, szerintem mesél. Zene után ezzel folytassuk, mit szólsz hozzá. El ne felejtsük, de nagyon jó kis történet. Kicsit undorító, de hát ez van. Közben a hallgatókhoz fordulunk, hogy srácok, lányok, írjátok meg nekünk, hogy milyen időjárással kapcsolatos sztoriaitok vannak. Egyelőre csak a tél. Elsősorban vevők, amik viccesek, és lehet rajtuk nevetni a ti káratokra. Doktorok, írjatok nekünk üzeneteket, 70-es, 70-60, 995. Az összes dokinek küldjük ezt a számot. A Hotel Végtelenbe történő bejelentkezéshez kérjük használják a következő SMS számot. 0670-70-60-995. Visszatértünk, hát hozzátok, itt vagyunk ismételten. Veletek SMS számok is elhangzott, úgyhogy nem marad más hátra, mint hogy folytassuk a témánkat, ami úgy hangzik ma, hogy az időjárás, és volt egy történeted az osztállyal. Igen, igen. Tehát az osztály elment kirándulni egy ilyen nagyon kegyetlen hideg téli napon, legalábbis én úgy emlékszem, hogy ilyen akkoriban még voltak ilyen mínusz 20 fokok, de annyira nem zavart. Tehát nem tudom miért, de nem zavart. Lényeg, hogy fölcsámpáztunk a hóban meg a hidegben a János egyik kilátóba. És akkor körbeültünk egy ilyen baromi nagy asztalt, és mindenki forralt bort rendelt magának. Ugye, hát megengedhetünk magunknak, azt hiszem 18 felé jártunk már, és nem nagyon firtatták ezt. És ott ült egy osztálytársa, most nem mondom ki a nevét, aki nagyon nem szenvedhette a hideget, és állandóan náthás volt. Lényeg, hogy ültünk így az asztal körül, mindenki kicsit elgémberedve összefagyva, és hogy így körülnéztem elégedetten az osztályon, láttam, hogy Z, mondjuk így Z órán egy ilyen kis... De mondd ki a nevét nyugodtan. Zoli. Ez nem reklám. Egy kis ilyen kis cseppő lógott, ami most vagy a lecsapodott párad oda órán, vagy valami egész más eredetű dolog. Ült így, nézett bávatagon maga elé, hogy az osztályt így nézte, és hogy így forgatta a fejét, és beszélgetett, az így lengett, mint az igaz gyöng. És akkor én néztem, és éreztem, hogy ez előbb-utóbb bele fog esni a poharába. És úgy is történt, egy ilyen hirtelen mozdulatnál plotty, de ezt ő nem vette észre. És akkor én azt néztem, és szugeráltam, hogy ígyom már be, legalább röhögök valamit. Ezt belehívott természetesen, meg is itta. És én nagyon röhögtem. Az összes többi nem tudta, hogy miről van szó. És rájöttem, hogy nyáron hol történhet meg ilyesmi. Hát ott a nyár ilyen szépségeket jó, nem csak tartogat. Mondjuk ez annyira azért nem cikinek ciki, csak úgy, te nem randiztál ezzel a sráccal, hanem hogy ott voltál. Hát gondolom, lehet, hát, csak nem valószínű. Már nem. Hogyha mondjuk ez egy randin történik, az akkor lehet tényleg nagyon ciki, vagy hogyha elesel az utcán, bárki eleshet az utcán, tehát itt nem lehet azt mondani, hogy ez a te hibád volt, mégis ciki. Az a baj, hogyha elesik és eltörik a lába, akkor nem, teljesen elmondjuk. Ja, akkor meg, ha az én lábam törik el, akkor most nehezen magyarázom alapvetően ki. Nem fog eltörni a lábad azért, mert nem csúszol, eltörhet, de valószínűleg nem fog. De akkor is ciki, hogyha nem megfelelően reagálsz erre, hanem mondjuk pánikba esel, mert hogy elesél is. Segítség, elestem! Jó, meg azért... Nem, hanem, hogy az agyad nem fogja fel, hogy hol vagy. Úristen, felesztem! És pútolsz egyet. Meg azért egy randi, nyilván az ember a legjobb oldalát akarja mutatni, és az általában úgy működik, hogy nem teszel nagyon ostoba, hirtelen mozdulatokat. Úgy már jártam én régebben ilyen randin, hogy történtek olyan kellemetlen dolgok, mondjuk általában nem velem, hanem a partneremmel. Tehát, persze. Ami azért rossz, mert nekem is kellemetlen volt. Tehát ha összefut az ember egy nővel, aki ugye megpróbálja a nőiességét valamilyen szinten megőrizni mindenféle méltósággal, és akkor ment... Böfög? Hát nem böfög, hanem mondjuk rosszabb. Tehát mit tudom én, megcsúszik egy irgalmatlan kutyakulába. Ez például konkrétan a 11. kerületben történt. Télen ez mondjuk jó? Hát ez nem tél volt, ez nyár volt, ja, és egy friss, nedves, gőzölgő fekáliába belepattant, és megsiklott, én kaptam el, de a cipőjén, hát a hölgyet. Ja. A cipőjén vastagon állt a kulus, és ugye így most én tudtam volna romantikusan folytatni a beszélgetést, mintha mi sem történt volna, de büdös volt, mint a görény. És akkor elkezdett jajgatni, hogy te úristen, most mi van, hogy megyünk így bárhova, és neki haza kéne menni most cipőt váltani. És te mondtad, hogy na hello. Bíztattam, hogy hagyjad már, hát most mit ízélsz, hát egy kis kula, majd bemegyünk a fűbe, ledörgölöd, és akkor, na de hát így nem ülhetek be sehol meg. És éreztem, hogy na, kész, a kutyaszar elrontott a randimat. Ez kellemet, én éreztem magam rosszul, már mondjuk egész más szempontok miatt. De ezt meg lehet volna simán. Hogy? Hát, hogy a cipővel lépett bele, nem mezétláb volt. Hát akkor elkérd a cipőt, az első kerítésen behajtod. Ó, cipő, nincs cipő. Vagy felgyújtod. Vagy veszek egy másikat. Tényleg lepörkölöd. Vagy beleléptetem a másikkal is. Vagy te is belelépsz. Vagy én is. Na, az lett volna szép, két görény vágtat egymás mellett. Tehát
De mondjuk ez a nyárnak egy, ez csak egy elenyésző dolga, meg hogyha szar télen is van. De maradjunk még a tél kellemetlenségeinél. Egyrészt a maga az öltözés. Tehát az, jó, hogy az tényleg egy kicsit túlzás. Az, hogy egyrészt tovább tart minden, másrészt kellemetlen az ember kivörösödött, összefagyott szemmel, és mint említettem, nedvedző orrokkal mászkál, meg megfázik, meg náthás. Föl kell venni a nagypapa pulóvert, meg az összes ilyen, olyan cuccot, ami ilyen... Öltözködésben elég nehéz. Ha valakinek mondjuk, tényleg mondjuk általában egy nő arra alapít, hogy neki azért mondjuk egy elfogadottan jó alakja van, tehát akit ő megnéznek mondjuk egy könnyebb nyári ruhában, vagy valamiben, erről télen lemondhat. Ha csak nem olyan elvetemült, hogy télen is úgy öltözik, mint nyáron, ilyet is láttam már, de nem szül jó vért. De ugye egy nőnek mindenképpen előnytelen, ha büszke az alakjára, és tényleg az mondjuk az egyetlen, vagy a főcsapás irány. Jó, nyilván azért, akik inkább a cuki vonalat képviselik, azoknak ilyenkor Hawaii van, mert a sapka, ilyen sapka, meg kesztyű. A kesztyű, meg a csár, meg csizmácska, igen. Igen, ilyet is lehet, de mondom, nekem nem tudok lélekben sem közel kerülni egy olyan emberhez, mintha éppen csak aki egy... Aki télen van. Aki télen, mert az nem ő, az rá van húzva egy csomó réteg, mindenféle idegen anyag, és nem látom, hogy milyen... Van, aki kifejezetten élvezi a téli ruházkodást, mert valóban télen azért olyan ruhákat is fel lehet venni, amiből látszik, hogy mondjuk csinosabb, vagy drágább, vagy valami, tehát csizmák, meg ilyen méregdrága mindenféle kucsmákok, meg kesztyűk, meg egyebek. De... Kucsmák, igen. Gyakran hordanak manapság, különben kucsmát. Tehát van előnye is annak, aki hát télen be lehet ülni egy kucsmába. Jó, bekucsmáztok. Elmegyünk kucsmázni. Egyébként Angyalföldön van egy olyan, hogy Kucsma utca, a Rejterből nyílik, és valami jó lelkű ember, én nem tudom, egyszer végig sétáltam azon az utcán, az összes az összes táblát átalakított a Kocsma utcára. Nem, vette a fáradtságot. Te voltál, te kópé. Nem, de dicsértem az eszét, aki csinálta. Rengeteg az SMS, úgyhogy szerintem neki is esek gyorsan. Ott hagytuk abba, ott kezdődik, hogy időjárás jövő heti téma a menstruáció lesz, az is kijött a kapcsolatokra. Ez annyira vicces volt, most komolyan. Nekem tetszik. Szerintem ez nem volt jó. Jó volt. MG, a forralt bor csaj gyöngyödző orr történetet akarod elmesélni? Az a jó tavaszban, meg a nyárban is, hogy rengeteg jó csaj fut a Margit szigeten, Feszes Róciba jönnek, mint az özönvíz, neked csak kényelembe kell helyezned magad egy padon és stírölni őket. Ez ki volt? Punk, aha. Szondja, már megint kibaszott jó a műsor, ez Dr. Dickinson írta. Köszönjük szépen! Roli üzenete az, hogy novemberben a Balaton közepén aludni fűtetlen vitorláson, máig érzem a csontjaimon. Csodálom. Életed végén. De miért tettél ilyet? Mert férfiak vagyunk, vagy kapcarongyok. Az igaz, mondjuk. Na ugye. Az egyik télen elmentünk kirándulni, és kitaláltuk, hogy kezdjünk hógolyózni. Elkezdtünk játszani, és az egyik fiú egy lányt 2 méterről pofán lőtte hógolyóval, és el is esett a lány. Nem tudtuk, hogy nevessünk, vagy nem, mert vicces volt, de elég kínos és durva volt. GM miért az üzenet. Jó, de azért nevettetek, remélem. Persze, ki kell röhögni. A személyzet stílusáért a hotel végtelen vezetése nem vállal felelősséget. Kérjük, legyenek elnézőek. Csak a munkájukat végzik. Itt vagyunk, folytatjuk a hotel végtelent. SMS számokat mondom, 70-es, 70-60. 995 a mai műsorunk témája az időjárás, és akkor nézzük. Még egyet a télhez hadd mondjak, mert Barácsol. Elfelejtem azonnal, amennyire ostoba vagyok. Hogy azért ne felejtsük el, hogy van az a demográfia, akik korcsolyázni járnak a műjégre. Aha, tényleg. Igen. Igen. Azt szerintem mondjuk 17-ig tart, nem? Nagyjából. Nem tudom, hogy járnak oda jóval idősebbek is. Jó, de azok... Dolgoznak. Igen. Nem, korosláznak. Tehát én sosem értettem, mert ez nekem minden dolog, ami csúszik, taszít már. Úgy értem, ami láb alatt csúszik. Tehát, amúgy nem. Meg a csigák is, nem? Hát a csigával még ugye el vagyok, de hogy épesző ember a lábára köt valami szerkezet, ami nem tud megállni, és csak csúszik vele, ezt sose tudtam felfogni. És nagyon sok ismerősöm van, akik imádnak síelni, ami halál és életveszély. Én egyszer síeltem Ausztriában egy ilyen céges szilveszteren. Egy keményebb pályát adtak nekem, olyan 10 méter volt körülbelül a pálya, és olyan, hát ez hány fokos lejtő lehet? Egy. Olyan három fokos lejtő. Föltettek 2 ilyen lőcsöt a lábamra, így fogtam, elindultam, és neki mentem, a végén ilyen autógumik voltak kitéve az amatőröknek. Odáig lesiklottam, olyan szédületes sebességgel puffantam egyet a gumikon, aztán leszedtem a 2 lécet, és beültem a helybeli
becsületvágóba, és onnét az ablakon keresztül néztem, hogy a többiek, hogy sikladoznak ilyen fekete, meg mindenféle színű pályákon. De akkor ezek szerint nem annyira tragikus volt, hiszen feltaláltad magad, és végül is jól érezted magad. Én rájöttem, hogy már akkor idegesített a dolog, mikor még csak egészen enyhén kezdett el csúszni az avacak. Nem tudom felfogni, hogy mi lehet a jó abban, hogy egy ember nem tud megállni a lábán, csak csúszik. A kocsia meg a párja. Jó, de ők meg tudnak állni a lábán. De hogy tudnak, akkor nem csúsznának. Tudod, Vilmát, ha tudnak állni, akkor nem kéne lecsúszniuk. Hát fölteszik azt a két szart, elkezdenek csúszni, és közben hújogatnak, meg ilyen kapákkal döfködik a földet, hogy merre forduljanak, marhaság. Elítélem ezt a dolgot. A kocsázás még rosszabb, mert még csak nem is lejt, hanem ott hajtja magát, és rugdossa a jeget mindenkinek a szájába, meg elesnek a kemény jégen, eltörik magukat. Szerintem sose értem egyébként, hogy... Átmegy a kezén, levágja a kis ujjait. Hogy ilyenek nincsenek. Tehát én azt gondolnám, hogy a kocsázás az nagyon veszélyes, hogyha valaki elesik. De nem nagyon hallottunk ilyen balesetekről, úgyhogy annyira mégsem veszélyes, csak én hiszem azt. Annyira nem, viszont ott nagyon megy a csajozás, pasizás, bemondatjuk a... Mit mondatunk be? Hát van ez, hogy a hangos bemondóba bemondatsz neki üzenetet, ott nem tudom, régen 5 forintért lehetett. Nem tudom, mi nem járunk a műjég rávionában. Én egy időben bandáztam ráadásul egy sráccal, akinek az apja ott dolgozott, és akkor ugye alulról, mindig bemehettünk. Akkor ti alulról láttátok az egészet, mert beengedtek. Abszolút, abszolút. De szóval ott nagyon megy. Hát de érdekes, mit mondtatnak be? Ilyen. Hát... Hogy a rózsaszín fejkendős lánynak üzenném, igen, hogy... Igen, igen, meg akkor annak a viccelődősök, hát ugyanazt, amit a strandon. Hát a strandon nem mondanak ilyen kókésságokat. Strandon se járok, az az igazság. Hát eléggé otthon ülős vagyok. Otthon ülős típus, hogy... Hát, hogy a, nem tudom, a krapancsák karcsinak üzeni a nagymamája, hogy már haza kéne menni, mert meg kell etetni a disznókat. Ha-ha. Hát ilyeneket is bemondanak. Igen. A Leányfalui strandon, amikor néha kim vagyok, akkor mondanak be ilyeneket, hogy mi odajártunk gyerekkorban. XY-t várja édesanyja hangos bemondónál. Én ezt gyerekkoromban is figyeltem, és gondolkoztam, tényleg, hogy ilyenek voltak, mi lehet hangos bemondó, hogy mindenkit ott várnak. De miért ott? Hát miért nem az, hogy édesanyja várja a pokrócnál, vagy a halsütőnél, vagy a hereverőnél, vagy a pénztárnál. Mindenkit a hangos bemondanál. Lehet, hogy azért, hogy akkor megbizonyosodjanak, hogy tényleg hogy létrejött megvan a találkozás. Vagy pedig lehet, hogy ez egy szivatás, hiszen senki nem tudja, hogy honnan beszélnek, hol van a hangos bemondó. Igen, mondjuk én nem tudnám, hogy hol én van a hangos tudom, bemondó. Hol a hangos bemondó. Hát a hang után a lángosost menni, de... biztos hamarabb megtaláltam volna. Ja, a mert ugye a tüzet látod, lángos. Igen. Lassan a telet elhagyhatjuk, mert elég undorító volt idáig is. Egy barátnőm azt akkor... talált, bocsánat, a múlt héten a Király utcában egy kisfiút. Csak jött eszembe, azt se tudta, hogy hol van a hangos bemondó. Mit csinált vele? Hát most valami rossz vicc, vagy tényleg nem, leadta? Tényleg, egy kicsi, valami 4-5 éves fiú, ott ment sírva, és mondta, hogy jaj, elvesztem. Ezt mondta. Hagyni kell, akkor, mert meg lesz az. De most ez komoly? Igen, hát felhívta a rendőrséget, aztán egy idő után már az anyja is felhívta a rendőrséget, és akkor megvárta, amíg oda ment az anyja. Egyébként hogy sikerült elveszíteni egy 4 éves kisfiút? Az elveszett kisfiú. Még volt még egy gyerek, akkor előre szaladt, hátra szaladt, tömeg volt, süty, egy pillanata. Egyébként tudjátok, mi lett volna helyes megoldás, Vilma? Mivel, hogy aki elvész Budapesten, az valószínűleg vidéki. Nem volt vidéki. Vidéki volt, hidd el. Meg kell fogni azt a kisfiút úgy, ahogy van, kirohanni vele a keletibe, és az első vonatra föltenni. Mondjuk az igazban a vidékiek mind ugyanott laknak. Fiam. Vidéken. Persze. Feltenni a vonatra, megmondani, hogy ha látod az állomást, és ott integet a puci szájjal. Akkor ott hol vagy. Felül a vonatra a kisfiút, adni neki egy szendvicset, meg egy ilyen csokirudat. Úgy is van. Üljön az ablaknál kalauznak szólni, hogy vigyázzon rá, hadd utazzon lepsényi. A hülyéknek üzenjük, hogy vicceltünk. Nem. SMS-ek következnek. Novemberben a Balaton közepén aludni fűtetlen vitorláson, máig érzem a csontjaimon ideig. Ez olyan, már volt. Igen, de folytatódik. Ja. Horgásztunk idézőben nemes halakra, olyan hideg volt, hogy még a pálinka sem fűtött fel, Roli. De hogy kerültetek novemberben a Balatonra? Én szeretem a Balatont, és hogyha novemberben nincsen még hó meg jég, akkor én szeretek ott lenni például. Jó, de egy vitorláson? Az más, hogy parton esetleg egy kampingban, vagy egy panzióban. Mert nagyon hideg van azért. Rettenetes, de már korbácsolja a vizet a szél, meg eső van, meg ilyenek. Dickinson azt jelenti, hogy partizánok, ki ez a szép hangú lány? Ami Vilmánkról van itt. Ő a Vilma. De viszont nem az a Dickinson vagy szerintem, mert hogyha igen, akkor betelefonálná nekünk a milyen számra, Gábor? Hát a telefonszámra, ami? Ha kérhetjük. 35-39-451, és akkor meggyőződünk róla. Akkor is szeretünk, ha nem hogy az a Dickinson. Hogy neki is nagyon szép hangja van-e, vagy nem, miről akarok? Nem, az ő hangját ismerjük. Bizony. Az ő hangját ismerjük. Lehet, hogy egy új Dickinson, aki most van,
De így is szeretjük. Dr. Dickinson? Doktor, természetesen. Ja. Pár barátommal össze kimentünk a ligetbe, szól a következő SMS, és ugráltunk egy levélkupacban. Kiderült, hogy ott rohadt körülbelül 2 hete büzlöttünk, mint a kutyaszar. A levélkupac olyan büdös lehet, hogy... Hát ha elkezd ott komposztálódni. Jó, de az is bocsánat, lehet, hogy... Bocsánat, ez a szó, hogy komposzt, mindig röhögök. Hát, hogy primitív vagyok, de nekem nagyon tetszik. Nem, nyugodtan. De lehet, hogy valami dög is volt benne, nem? Persze. Az a biztos. És az, hogy rájuk kerülődött. Ráhúzták a levelet a 6 hete alatt japán pincsére, és aztán szavaz. Na, térjünk át szerintem a tavaszra. Nagy szünet előtt a térről a következő évszakra. Hát a tavaszra is távol. Most tulajdonképpen nyár van már szinte, de tavasz még hivatalosan. Hát tavasz van, olaszul primavera, angolul spring, németül nem tudom. És az az érdekes egyébként, hogy olaszul a tavasz, a primavera, odafele is, meg visszafele olvasva is primavera. Próbáljátok ki. Várjál, primavera. Primavera. Tényleg. Ugye? Hoho, ez egy polinom. Na szóval a tavasz. Hát mik vannak? Bizonyos szempontok szerint már jobb évszak, mint a tél. Hát szerintem azért jobb a tavasz például, mert nagyon jó a PR-ja, és ezért bárki kimegy az utcára tavasszal, az tudja, hogy most mindenki azért megy ki tavasszal, mert akkor csajozni kell, meg pasizni kell. Így van, tehát ez az emberi, télen elpunyat emberi érzéseket általában a tavasszal, ami a mondjuk az újjászületés, meg a születés, meg mindenféle gyönyörű szavakat tudnék most mondani, egyszerűen kapcsolják azzal, hogy ilyenkor kapcsolatok szövődnek az emberben, meglódulnak a hormonok, meg az érzések felkezdenek budgyogni, és akkor ugye a tavasz a szerelem évszak általában mindig, mint hogy a tél a haláli, az ősz az elválási, a nyár meg a melegé, tehát maradjunk abban, hogy csak tavasszal szabad szerelmesnek lenni, legalábbis az elfogadott álláspont ez. Meg tavasszal ugye kezd már ugye a mocskos télből kilábolni az ember, úgy egyre több a napsütés, hogy jönnek ilyen tavaszi szelek, meg rügyeznek a fácskák, tehát mindenféleképpen nagyon szép évszak és látványos. És mondjuk az is igaz, hogy tavasszal lehet a legtöbb bambán vigyorgó emberrel találkozni, mert csak úgy kiment céltalanul otthonról, mert nem lehet otthon maradni, ha ilyen szépen süt a nap. Én is szoktam, hogy ilyen időben nem ülök. Én is, és mint a nagy gyíkok a köveken, csak úgy, nem? Sütkérezni. Ki kell menni, hogy gyíkoskodni, igen, tehát igen. Egy kicsit sütkérezni. Az a baj, hogy a tavaszt az ember hajlamos egy kicsit túlpörgetni, tehát úgy van vele, hogy első nap megjön a 16 fok, ugye 2 héttel ezelőtt, mint mondjuk nálunk, az egyik héten még mínusz 10 volt, rá 2 hétre plusz 20, és azt mondja, az ember kész irány a napfürdő, rájön azért az még hideg. Szóval ennek ellenére a tavasz bármennyire becsapós, azért még mindig egyre közelebb van a meleghez, meg a nyárhoz. És nem véletlen, hogy tavasszal fáznak meg a legtöbben, mert úgy vannak vele, hogy idáig téli kabát, innentől póló. Lányok, nem szabad még kőre ülni, mert R-betűs hónap van. Az micsoda? Mi van? R-betűs hónapokban nem szabad a lányoknak a kőre ülni, mert fölfáznak. Nem hiszem, hogy R-betűs, hogy van benne R-betű? Igen. Aha, tehát nem augusztusban szabad. Hát május, június, július, augusztusban szabad. Júriusban is szabad. És decemberben? Abban nem. És aki racsol, az nem. Az ülhet bár. Az ülhet bár, mert annak mondjuk az tök mindegy, nem? Hát azt vigye. Az igaz, az hatfázom. Az hatfázom föl. De hát igen, fiúknak se gondolom, mert hát azért ők is felfázhatnak, nem? Bár ezt nem hallottam, ez egy valami népi bölcsesség lehet. De a fiúk azok kemények. Hát igen, ha felfáznak, nem annyira. Nekem is ott vannak akadályok. Mindegy, a tavasz az mindenképp szép, egyre inkább, ha már veszük, hogy egyre inkább van lehetőség az embernek már, akinek olyan az alakja megmutatni. Ilyenkor tavasz az alakját. Az alakját, már nem majd a gyi. Tehát, igen, de különben teszem hozzá, ez amennyire előnyös a széplábú, jó alakú nőknek, annyira hátrányos ez az egész nyár mizéria. Igen, igen. Mert azoknak, akik nem szeretik kitenni a dolgaikat, mert érted, hát megfő olyan meleg van. De nem szeret újatlanban, nem szeret rövidben. Na. Viszont ugyanez a brigád télen, és akkor most egy picit kanyarodjunk vissza a télhez, mert most jutott ez eszembe, hogy télen meg annyiban előnyt élvezhet, hogy el tudja rejteni azokat, amiket el akar rejteni. Mi abszolút. Mondtuk, hogy az és akkor az valahogy ápolja. Ezt mi már mondtuk, csak nem figyeltél. Jó, bocsánat, elnézést. Nem oda? Én most itt netezgettem, és te parancsolj. Tehát minden évszaknak megvan a, ha már az ember külsét, illetve az öltözködését nézzük, megvannak az előnyei és a hátrányai. Nem ugyanannak az embernek, hanem ahogy Vilma fogalmazott, bizonyos csoportoknak. Tehát akik a külsejüket inkább a jól öltözöttséggel és a megfelelő ruházattal próbálják valamilyen szinten palástolni bizonyos hibáikat, azoknak a tavasz és a nyár ilyen szempontból nem egy praktikus évszak. Na, beszéljünk a térről.
Vicceltem. Jó vicc. Elmegyünk nagy szünetre, utána jövünk vissza hozzátok, a tavasszal folytatjuk, várjuk addig. Tavasszal folytatjuk. Tehát akkor visszállt Isten veletek tavasszal. A következő műsorszám epilepsziás rohamot vagy deviáns viselkedést okozhat. A mellékhatások tekintetében kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. A nagy szünet után itt vagyunk ismételten, veletek folytatjuk a Hotel Végtelen, Rádió Q-t hallgatjátok a 99,5-ös MHz-en, amely rádiónak van egy honlapja, radioq.hu alatt érhető el, és hogyha már netezgettek, akkor hotelvégtelen.hu, ez a mi honlapunk, a műsor honlapja, illetve a Facebookon is Hotel Végtelen néven vagyunk megtalálhatóak. A mai műsorunk témája micsoda, Gábor? Az időjárás, hát, illetve hát ehhez kapcsolódóan az évszakok. Így van, SMS számunk a 70-es 70-60-995. Várjuk az üzeneteiteket, a különböző vicces történeteket, amelyek veletek estek meg és az évszakokhoz kapcsolódnak. Nézzük, hogy miket írogathatok nekünk a nagy szünetben. Dickinson azt írja nekünk, hogy mi a telszám. Gábor? 35-39-451. Ez egy hálózati szám, nem tudom, ki kezeli, valószínű valamelyik ismertebb szolgáltató. Ez, amit úgy hagyományosan úgy mondjuk, hogy vezetékes szám. Tehát még egyszer, 35-39-451-es. Jött egy olyan üzenetünk, hogy Jézus, MG, ez a videó kivonatos dolog, kicsit ide-oda baszolt, köszönöm, csokszi. Mi van? Milyen hát videó? A Megasztár, nem? Videó kivonatos dolog? Nem tudom, Csiu, légy szíjed meg nem nekünk, tudom, hogy mi ez, mire gondolsz. Mi ez a videó kivonat? A következő üzenetet M. Csaba írta. Ismertem egy nőt, aki azt mondta, hogy a kedvenc hónapja a december. Később kiderült, hogy minden más szempontból is tök gáz volt a csaj. Javaslom. Már itt gyanakodnod kellett volna. Javaslom az ismerkedni vágyó férfitársaimnak, ha olyan nővel találkoznak, akinek a kedvenc hónapja a december, fussanak el jó messzire. Hát, vagy mondd meg a nevét ennek a nőnek, az a legegyszerűbb, nem? Hogyha ővel ismerkednek. Tesszük, hát egyértelmű. Közben Gábor, figyeld, hogy valamit én nagyon, a telefon, én nagyon figyelem. Én azt nem látom. Nagyon figyelem. Hol a másik telefon? Vagy csak egy van? Azt, ez jól kezdődik. Én egyet látok. Tehát délután még itt volt, de aztán valami történt. Jó, egy van elég ez. Gergő, üzenete van rá esély, hogy lesz a közeljövőben találkozó, esetleg Kálmán is jönne? Hagyj válaszoljak a második felére, én esélytelen. Igen, Kálmán teljesen esélytelen. Találkozóról annyit, hogy mivel kezd közelegni a jó idő, én egyik hallgatónknak is, akinek a születésnapját a minap ünnepeltük, nem mondom a nevét, ezért tapsoljuk meg Hobbit lányt. Ő lett az új Banok, mert ugye kétszer, már múltkor is felköszönhetünk Hobbit lányt, de természetesen ez. Írtam neki, hogy most, hogy közelik a jó idő, ahogy egy olyan komolyabb, tartósan jó időt ígérő 20 fok fölötti hétvége következik, akkor már szansos, hogy csinálunk egy kirándulást, amire... De ez már nem ingyenes lesz, szóval... Nem, ez súlyosan változnak az évszakok. Belépő lesz, természetesen belépős lesz, de utána, aki befizeti a belépőt, az jöhet velünk, tehát ez teljesen egyértelmű. Na, évszakok, és akkor váltsunk. Már ugye tavaszt elkezdtük, hát folytassuk a tavasszal még. Hát igen, szóval a tavasz... Lehet ülni különböző helyekre, igen, és előkerülnek a pólók, farmerek. Jönnek a pólók, a szoknyácskák, a lazább ruhák, még akkor is éppen Vilmával beszéltük a zene alatt, hogy ha tavasszal bejön ez a, mint most ilyen 20-22 fokok beugranak, és mindenki pólóban, meg könnyű zekében, meg vászon nadrágban grasszál, és rá egy hétre jön egy 12 fokos visszaesés, akkor se fogja az ember visszavenni a téli ruhát, már csak azért nincs sem. Az az Isten. Nincs az az Isten. Akkor inkább megfagyok, de akkor is pólóba és kabátba fogok mászkálni, a farmer jackibe, vagy valami hasonlóban, mert tavasz van, tehát nem engedem el természetnek se, hogy elrontsa azt a feelinget. Majd az visszamelegszik. Ugye télen se, ha azért a téli kabátot veszünk, és egyik nap beugrik egy plusz 10 fokos hőmérséklet, akkor sem fogjuk a mínusz 20-as kabátot levenni, akkor berítékezünk egy kicsit. De azért kiröhögjük a telet, szóval ilyenkor azért lehet gúnyolódni. És megvetjük természetesen. Hát, persze. A tavasz az tulajdonképpen valamilyen szinten készülődés, felkészülés a nyárra, abból az értelemből, hogy mondjuk elkezdesz gyúrni, hogy a strandra jól nézzek ki. Pont a számból vetted ki a szót. Ezért nyálas a kezem, de... Tehát ilyenkor mondják, hogy az emberek készülnek a dagálykupára. Ez azt jelenti, hogy azért kezdenek konditerembe járni, mindenféle sportokat űzni, hogy a nyáron a dagályon átvitéltem, hogy a strandon jól nézzenek ki. Ilyenkor azért, ha valaki járkál konditermek felé, nézzen be. Én egy olyan terembe járok, amelyik non-stopi, tehát azt jelenti, hogy sosem zár be, éjjel-nappal nyitva van, tehát lehet menni bármikor.
Eddig úgy volt, hogy voltak csúcsidők. Ugye télen volt csúcsidő, mit tudom, 4-5 óra körül, mikor még éppen, hogy kezdett sötétedni, akkor beesett egy komolyabb tömeg, aztán a 8-9 felé már úgy lézengtek éjszaka meg alig. Most reggeltől estig full ház van, mindenki jön, a legtiknyobbak, a legkigyúrtabbak, mindenki vegyesen és készül szálkás. Azért van, mert most mindenki jó partit akar magának? Egyrészt mindenki ez jobban akar védekezés kinézni. A válságra, vagy... Most, hogy az emberek érzik, hogy most már le kell venni azokat a ruhákat, amik eddig eltakarták a pipaszár vagy a pókhasakat, a pipaszár lábakat, kezeket, pókhasakat, tehát éppen akit mi zavart. Ezért most kezdenek egy picit úgy formára menni. De most miért jobban, mint múltkor? Hát télen fel tudnak öltözni. De nem tehát miért jobban idén, mint mit tudom én 10 évvel ezelőtt? Nem jobban. Hát ezt mondtad az imént. Hogy? Azt mondta, hogy télhez képest. Jaj, ne segítsél már, nézzek, teljesen összezavartam. Ezt hallom én, amiket mondtam. Ez a fejhallgató nem működik. Na tehát kezdenek úgy, próbálják a formájukat egy kicsit megalapozni, kezdenek a szoláriumok is úgy teljes gázra menni, mert mindenki rájön, hogy hófehér, meg vérzna, meg dagat, meg amit el tudsz képzelni magáról. Tehát ez az évszak kifejezetten arra is, hogy az ember valamennyire, már akinek van erre affinitása, picikét kezd legalább valamennyivel jobban a külsejével foglalkozni, ami azért hát nem túl jó, mert ezzel tulajdonképpen nem csak tavasszal meg nyáron kéne, hanem ősszel meg télen is, mert akkor tavasszal már nem érné a meglepetés az embert, hogy lemegy és belenéz a tükörbe, és azt mondja, hogy fúj. Vagy legalábbis azt mondja, hogy hát ez nem az igazi, és teljes gőzzel nekiáll 2 hónap alatt, vagy 1 hónap alatt be akarja hozni, amit 6 hónapig nem változtatott. De inspirációnak mindenképp jó a tavasz. Legalábbis ebből a szempontból. Az, hogy valaki többet kezdene olvasni, arra még nem hallottam. Milyen olyan dolgok történnek tavasszal, amit ugye elővettünk így a tél szempontjából, és amik ilyen cikik lehetnek, például nyilván, hogy beleléphetsz ebbe a bamba, aztán nem is annyira vicces, hiszen erről már beszéltünk, de mi lehet még például... Allergia. Különböző rovarok előjönnek, amik tölte, fosol, és... Én nem, de... Te nem, tudok de mondjuk... Olyat. Mondjuk volt itt egy műsorvezető társunk, ami Kálmánnak hívták, aki rettegett a különböző rovaroktól. Nem áll, ilyen Kálmán izé... úgy félt a lepéktől, rovariszt is. Mindenféle rovartól rettenetesen. Az igazán férfias. Nem sírt, csak dühösen, dühös volt inkább. Férfias, tehát gyűlölt a felbőszülten megölte őket? Nem, felbőszülten elszaladt, és... Elhagyta a stúdiót, volt már olyan. Nem. A másik rádión berepült az ablakon egy ilyen Oleander Sender, ez egy lepke és fajta. És egy uramatyám kísérletében elhagyta a stúdiót. Az, az ami olyan, mint egy madár, olyan nagy az a fajta. Nem kicsi. Olyan csíborg. De még nem látta olyan embert, akit megölt volna. Nem. Kálmán elhagyta a stúdiót. Mondjuk a Pont FM-ben, amikor ott vezettünk műsort, akkor láttam olyan pókot, hogy én is elhagytam a stúdiót. Szóval vett hozzá, hogy egyedül maradtam a stúdióban, mert Viora kihátrált a pók alól és elhagyta. Hát, miután elkezdett ereszkedni rám. Hát, na tehát ugye hát, tavasszal előjöhetnek. Egy kis hátizsák is volt rajta, meg egy zseblámpa a szájában. Én is láttam, hogy dühös. Akkor a foga volt, hogy lelogott az asztalig. Szóval tavasszal történhetnek ilyen dolgok egy helyiségben is, ahová beülnek, és hogy igyanak egy szörpit, és oda ereszkedik egy pók, és ettől mondjuk hanyat dobja magát valaki. Hát tavasszal mondjuk az élővilág is megélénkül, ez kétségtelen. Tehát a télen mondjuk a mászkálsz az erdőben, viszonylag kicsi az esély rá, hogy hangyabolyba fogsz lépni, vagy neki repül a homlokod neked cserebogár, vagy dobó. Nekkor a farkasok jönnek. Hát maximum azok, de hát azoktól nem félünk. Cserebogár, valaki... és mire cserélted? Foci csapatban jó volt egy cserebogár. Tehát, egyre jobb. Tehát aki a rovaroktól, meg egyéb ilyen furmányosabb állatoktól tart, annak ezek a viszonylag melegebb évszakok kifejezetten nem jók, mert előjön. Hát nem szabad elhagyni a várost. Hát ez az. Viszont az allergia, ami nagyon sok embert éri, az előjön. Ráadásul tavaszon jön elő, és ideális esetben késő őszig tartat. Tehát az, hogy télen esetleg odafagy a fikkantyú az arcára, az egy dolog. De mikor nyáron, vagy tavasszal megbeszélsz egy randit valakivel, makk egészségesen, délután odamész, és akkor az orrod, mint a bazilika kilincs és vörös, és a szemedből folyik a könny, és percenként akkorát tűszentesz, hogy elröpül a fikusz bármeddig. Az már nem az igazi. Nehéz kimagyarázni, és főleg a romantikát megöli egy ilyen teli takony randi helyzet. Ezzel nem lehet mit tenni, hát igyekezünk nem allergiásak lenni, ennyi tanácsom van, hogy lehet ezzel védekezni, ezt nem tudom. Fogalmas, nem vagyok allergiás semmire, tehát engem sose érintett, és mindig ilyen kicsit lenéző mosolyal néztem azokat az embereket, akik megállás nélkül tüsszögtek, meg bevörösödött szemmel jártak. Képzeld el, hogy én is így voltam,
És utána megvert az Isten. No. Mert csak előjött. Neked is? Mire? Még ha valami izgalmas lenne, semmi. Barlakfű. Barlakfű? Ó, de tehát ilyen legalja, érted, mint mindenkinek. Hát nem azt mondom, kókuszpálmára. Ugye? Azt mondom, hát jó. Mert az legalább elegáns. Jó, nem ilyen taknyos nyálas, hanem ilyen halál közeli fulladásos köhögés. Igen. Azért az jobb egyel, nem? Hát ezt megnézhetjük, hogy mert ott nincsenek nedvek, azért az undorító. Az már lehet villogni. Hogyne, nyáron majd mutatok. De szép is lesz. Ha már itt tartunk, egyébként van a sima köhögés is, ami ugye kiszáradt torok miatt keletkezik, és ez is általában tavasszal datálható, de nézzük inkább az SMS-eket. Azt írja nekünk Rocker Miki, hogy csak nektek találtam Talinak egy jó kis blues rock idézőben könyvtárat. Élő buli, családias, ingyenes, be lehet szállni, játszani, olcsó 330 forint, és akkor itt jön egy sör. Ha kell, akkor csak a miénk, és akkor itt van egy hely megnevezve, illetve jó, egy tér. Egy tér van megnevezve. Nem egy nagy magyar író? Nem, egy tér van. Tehát konkrétan ezt nyugodtan kimondhatom, hiszen a Lövölde tér, mint olyan, az nem egy szórakozó hely neve, de hát egy téren... Lövölde az egy nagy magyar író van, nem? Igen. Lövölde Pál. Igen, nagyon. Azt mondja, csajozni csak tavasztal őszig érdemes, mert nem olyan zsákba macska, legalábbis külsőre, Rocker Miki. Ez így van. Azért a rovarok tudnak segíteni, és egy nekem tetsző lány bugyiban melltartóban rohant a szobámba sikítozva, hogy üsse magyon a pókot, ami a cuccai közt van. A cuccai? Ez valami szállodában történt? Lány kérte. Én nem tudom. Lőrinc cuccai. Na, de hát mondjuk, ha veszük ezt az apró előnyét a rovarnak, hogy hogy ezer esetből egyszer éppen a nő mesztelenül ér meg a póktól, és átrohan ahhoz, aki éppen meg akarja hágni, viszonylag kicsire az esély, de elfogadhatjuk előnynek. Az kétségtelen, hogy aki tényleg tart a szúrós növényektől, a kullancsoktól, a legyektől, a szúnyogoktól és egyéb ilyen moszkitószerű moszkitoid lényektől, azoknak a tavasz, mint ezeknek a lényeknek a felbukkanása és első megjelenése egy kifejezetten kellemetlen szempont. De nem kell ebből kiindulni. Hát fogadjuk el, valószínű, hogy a hallgatóink nagy része sem az erdőben lakik, vagy erdő közelében sem, hanem diszkréten tégla meg panelházakban élnek, itt valahol a város közelében. Tehát... És az, aki jöttek panel, így mondjuk. Panel house-ban, tehát tigl house-ban. Tigl és panel. Tehát valószínű, a flyok meg egyéb ilyen moszkitok nem fogják őket zargatni. Ebből ne csináljunk ügyet, hagyjuk ezt meg Kálmán. És hogy mondjuk azt, hogy lakótelep valójában? Like a tile. Like a tile. A Hotel Végtelenbe történő bejelentkezéshez kérjük használják a következő SMS számot. 0670 70 60 99 5. Itt vagyunk, folytatjuk a Hotel Végtelen, de SMS számunk a 70-es 70 60 99 5, ahogy a hölgy is elmondta, és szerintem... Én? Igen, igen, hát van itt más hölgy a stúdióban? Hát na, is én. Hát te nem vagy hölgy. Ja, tényleg. Szerintem folytassuk a legkirályabb évszakkal, de csak miután a szokásos rovatunkat letudtuk, ami ugye a Kultvicc néven van ott be a történelmébe. Fel fogsz olvasni egy kultviccet? Fel fogok olvasni egy kultviccet. Gábor, egy pár mondatban tudod prezentálni, hogy mi az a kultvicc, hogyha valaki nem tudná? A Kultvicc azok egy olyan honlap, amit mi nagyon szeretünk, egy blog végül is, ahol egy számunkra ismeretlen szerzőpáros hármas rettenetesen jó vicceket tesz fel, ami egyben egy valamiféle értékmérő annak, hogy kinek milyen a humorérzéke. Tehát ezek olyan viccek, hogy klasszikusok a maguk nemében, és egyszerűen utánozhatatlanak. Hát a világ legjobb viccei. Így is mondhatjuk, nem akartam nagy szavakat használni. Minden nap felkerül egy úgy tudom, ez az ismeretlen csapat. Még ez vasárnap minden feltér, is. Még vasárnap is, pedig az nem munkanap. Még szombaton is. Ha hagyjad már, ne is ezért forszírozzuk. Minden nap, tehát nincsen hétvégén sem pihenő. Folyamatosan ontják a viccet maga. Hol lehet megtalálni ezt a honlapot, Gábor? www.doktorkultvicc.blog.hu. Tehát valójában... el lehet hagyni. Valójában kultvicc.blog.hu. Vilma, hozzád fordulnék, hogy a perzsgőküldést olvassam fel, vagy pedig a fiatal bűvész első mutatványát? A fiatal bűvész jó, első mutatványát. Jó, ha ezt szeretnéd, akkor ezt olvassuk fel. Tudom, hogy nem rádiós műfaj viccet olvasni, de most az. Fiatal bűvész első mutatványára készül. Még nem biztos a tudásában, ám ő el akarja kápráztatni a közönségét, ezért egy nagyon nehéz és veszélyes produkciót választ. A közönség összegyűlik, rengetegen vannak, a bűvészt hátra bilincselt kézzel egy hatalmas átlátszó akváriumba helyezik, ahonnan 5 perc alatt kellene kiszabadulnia. Óra indul, próbál küzdeni, de sajnos reménytelen, 1 perc elteltével már pánikban van, és még a bilincs is a kezén van.
Látják a segítő, hogy ebből nem lesz szabadulás, közben a bűvész a félelemtől összerondítja magát, barna lesz a víz. A nézőtéren a mennyasszonya is ott van, nagyon ciki az egész. Mekkora poén! Ilyen és hasonló vicceket a kultvicc.blog.hu-n olvashattok. Meg ennél jobbakat is néha. Nyár. Na, hát eljutottunk a nyári. Nyár, igen. De a nyár ugye az én definícióm szerint az egyetlen embernek való érszak, ezért irigylem is azokat az országokat, ahol mindig nyár van. Hát vegyük a hátrányait, vegyük azt, hogy például mondjuk a pólót átizzadod. Hát összeizzadsz mindent, igen. Az izzadság férfias. Hát nem nőies, viszont férfias. Igen, mindenképpen vannak hátrányai, ha már csak azt veszük hátránynak, hogy az emberek nagyon nagy része szenved a melegtől. Állandóan inni kell, akkor állandóan pisilni kell. Ez így van. Nyáron? Igen. Ja, mert sokat iszol. Igen. Aha. Ez kétségtelen, hogy a meleg, a nyárral együtt járó meleg, főleg a mostani nyarak azért úgy néha belehúznak, és ilyen 35-36 fokokat produkálnak, ami nekem kifejezetten nagyon jó, és én nagyon szeretem, de el kell, hogy fogadjam, hogy az idősebbek, a sokkal fiatalabbak, és a valamilyen betegségben szenvedők, azok még fizikailag is nehezen viselik. A normálisak egy kicsit maximum háklisak, tehát nem igaz, hogy nem lehet azt a 36 fokot egy pár hétig elviselni. Az, hogy a kocsiban meg a járműveken 60 fok van, hát zákszolnát, hát most télen azért jajgattatok, hogy minusz 20 fok. Mit kell járművezni? Persze, ki kell nyitni az ablakot, aztán jó van. Az, hogy a légkondikat beindítják, és mindenkinek arc, homlok, és mindenféle üreggyulladása van, és megfázik, és taknyos. Ezzel sajnos nem lehet mit csinálni, mert egy munkahelyen, ahol megy a légkondi, például az én munkahelyemen is nyáron megy. Most én mondhatom a többieknek, hogy kapcsoljuk ki, de nem fogják kikapcsolni, mert azt mondják, hogy megdöglenek a melegtől. Az egy dolog, hogy egy-két nap múlva viszont taknyuk nyáluk egybefolyik, olyan beteget. Hát meg hogy lesznek. Akkor ahhoz kell felöltözni, hogy bemenjél valahova. Hát jó, hát most bemész a kinti 30. Nyáron az, most télen az van, hogy a benti 28 fokból kimész a mínusz 20-ra és meghalsz. Télen, nyáron pedig az van, hogy a benti 20-ról kimész a 36-ra, és véged, mert megrepetsz, mint az öntött vas. Tehát... Természetesen itt is megszívják a szemüvegesek, tehát itt, hogyha egy viszonylag hűtött helyiségből mennek ki a melegre, akkor is pálás lesz a szemüveg. Igen, nyáron is? Igen, hogyha nagyon... Ezt annyira nem figyeltem soha. Eleve vannak előnyei a nyárnak, rettenetes előnyei vannak, például az, hogy meleg van. Uh-huh. Hosszú a nappal, rövid az éjszaka, éjszaka is meleg van, laza ruhákba lehet járni. Mondjuk szerintem azért az nem akkora előny, hogy rövid az éjszaka. Miért? Miért? Hát mert például, hogyha nekiindulsz azzal, hogy most akkor romantikusan fogsz andalogni sokáig. Fél órával kevesebb van. Hát belőle a fél órával. Hát 10 órakor már sötétedik. Jó, oké, és a 3:45-kor meg már világos van. Aha. Hát nem kell addig lazsnak volni, ugye? Zúzzal az ember 2 óra alatt, amit akar, aztán vigye haza a ráját, vagy mit tudom, menjen haza, és hagyja ott a Dunaparton, vagy a Bokorban, ahol éppen zajlott az esemény. Mert úgyis haza tud menni, mert már világos, világos van. Egyébként az ember lelkének is például iskolába vagy munkába megy valaki, egész más, hogy fel kell reggel 7-kor vagy 8-kor, és gyönyörű napsütés van, és 26 fok, vagy vaksötét van, és mínusz 20. Ez igaz, csak én tudod, mit veszek észre magamon például? Ó, sokkal könnyebben fölkelek, meg minden. És aztán sokkal nehezebben veszem magam rá bármilyen munkavégzésre. Kétségtelen, hogy kihívás mert jelent az, hogy... élénkebb vagyok, és éberebb. Hogy bennülj a munkahelyeden, mikor tudod, hogy a többiek kinn a strandon, vagy a horgászáson, vagy éppen kirándulnak. Jó, én nyáron nem ülök benne a munkahelyemen nyilván, de... Vagy igen, te nem mondjuk, ebben szerencséd van. Az kétségtelen, hogy a nyár, ugye, mint a nyaralás és egyéb ilyen hosszabb szabadságok kivételének az ideje, a kapcsolatoknak mindenképp kedvez. Tehát ilyenkor tud egy család, vagy egy pár, ha veszünk mondjuk egy párt is családnak, ilyenkor tud igazán együtt lenni, tehát ahova el tudnak esetleg egy-két hétre együtt menni, tehát kiszakadnak abból a közegből, ahol élnek, a gyerekeket is le lehet passzolni. Igen, hát télen, szerintem egyébként ritka. Lehet, hogy ritka, viszont tél talán ebből a szempontból optimálisabb, hogyha el tudnak menni egy olyan helyre, ami mondjuk itt távol van a világtól, mert hogy akkor lecucolnak balcsira, oda aztán tényleg nem megy utánuk senki. Hát ez biztos, viszont jó, de most nem a CIA ügynökökről beszélünk, hogy ők... Jó, de rájuk is gondoljunk néha. Mondjuk az igaz, nekik nehéz elmenni nyaralni. Ha. Hát a nyár, az, hogy valakinek mondjuk ismét csak a testalkat, illetve a testi hibák vagy előnyök kerülnek elő, ugye, mint évszakfüggő és kapcsolatfüggő dolgok, ez kétségtelen a nyár a legkritikusabb ebből a szempontból, mert ilyenkor kerülnek elő azok a ruhák, amik aztán végképp határesetek, tehát hogy a gyakorlatilag tangaszerű rövid nadrág és az öv nagyságú miniszoknyától kezdve a férfiak ilyen herelebbentő
térnadrágokban, meg izompólókban, meg stb. Figyelj, hát ti hogy viszonyultak a városban félmeztelenül mászkáláshoz? Mert hogy melyik feled? Férfiak és felső. Felső. Hál' Isten, ja, én most tényleg nem akarok itt holmi nacionalista dolgokat mondani, de én úgy vettem észre, hogy a nyári időszakban Budapesten félmeztelenül mászkáló fiatal férfiak nagy része külföldi. Uh-huh. Tehát valószínű, hogy ők szabadabban veszik németek, franciák. Tehát úgy vannak vele, hogy egy 2 milliós virágvárosban is nyugodt úgy lehet járni, mint Szaralsófalván, vagy hogy mondtad? Alsószarfalván. Igen, tehát ott az egész más, hogy egy üdülőhelyi nagyvárosban, bár még ott sem. Hát, fene tudja, mert én például a buszon, villamoson szoktam látni. Nem is szabad elvileg úgy tudom felszállni ruházat, tehát felső ruha nélkül semmilyen tömegközlekedési. Ez férfiakra egyaránt vonatkozik? Csak férfiakra, nők felszállhatnak. Nők nyugodtan járhatnak, akár anyaszült mesztelenül is, ezt semmilyen paragrafust nem tiltja. De viccen kívül, mert az nem közszemérem sértés. Úgy tudom, hogy közért, tehát mindenféle szolgáltatóba, tehát vásárolni, étterembe, stb. Nem lehet felső ruházat nélkül bemenni. Na jó, de ezt már hogy szabnál meg, hogy mondjuk én a boltomba pucéran is beengedhetem a vásárlókat, nem? Ha van saját boltod, akkor természetesen beengedheted. De az állami boltra gondoltál? Hát nem az állami, hanem ilyen nagyobb boltok azért úgy megszabják, hogy nem maguk miatt, hanem amiatt, hogy mondjuk egy ilyen hipermarketben, ahol több gyerekek száz ember lődörög, meg. Most mellettem egy ilyen büdös, hónajkutyás, megizzadt tróger, nem ászkáljon már kosarával, hogy olyan szagon kinyílnak a konzervek. Azt képzeld el, hogy mondjuk moziban. Vagy te jöjjön moziba, azt olyan szaga van, hogy nyilat lehet lemérgetni. Jó, de ehhez mondjuk nem kell félmeztelenül lennie. Jó, de mégis más. De mégis más. Vagy pedig abba gondolj bele, hogy egy, mondjuk neked, Gábor, ez nem lehetséges. Vilma, neked talán, hogy egy nálad sokkal magasabb ember van a buszon, és... És kapaszkodik így. Hát tudom. És mondjuk befejelsz a hónalat. A sofőr elbaltázik valamit, hirtelen fékez, és úgy, ahogy a lendület visz tovább, hogy pont így a hónaljába beleesik. És az a szőrpamacsám végig simít az arcodon, nem gondolj bele, mi van. És véletlenül gyorsan összezárod a szárod. Ugye, hogy mennyire tragikus a nyár. Vannak ilyen veszélyek. Az kétségtelen, hogy az izzad az emberet, ennek van némi szaga. Tehát az kétségtelen, hogy a téli izzadás az ritkább. Tehát olyan nincs, hogy két ember találkozik télen, és olyan büdösek, mint a jaguár, mert megizzadta. Nyáron olyan van, hogy kimegy az ember az utcára, megcsapja a fuvalat, és leveri a víz, és akkor hátán kialakul Dél-Afrika, mellén Kanada, a hónalat meg olyan, mint egy ilyen komposztáló üzem, ha már az előbb ezt a szó nagyon tetszett neked. Elég nehéz ennek ellent mondani. Mellesleg úgy vettem észre, hogy a nők azt a férfit, akit szeretnek, az annak a férfinek a szagát kifejezetten szeretik. Ez nem tudom, valami biológiai, vagy egyéb... Hát, vagy csak egy nagy kamu. Na, de ez a férfi azzal nincs így? Nem tudom. Mármint hogy? Hogy szeretik annak a nőnek a szagát, aki izzad? Ha szeretik azt a nőt? Nem feltétlenül izzad, hanem de én csak az izzadásról beszélek. Ja, az tehát nem igaz. Tehát a ovarítékről. Nem igaz? Vetítünk, nyilván. Azt mondod. Vagy? Persze. Jó, de megvilágisítottál most, Vilma, én tényleg azt hittem. Édesem. Én szeretem a meleg időt, szól a következő üzenet, és a kevesebb ruhát és a karcsú fűtés számlát hideg hónapokban fázom, mint a vadászkutya. Ez Rocker Miki. Teljesen igaz a Rocker Mikinek. Aztán ilyen telefonszám nincs, visszahívtak, ez Dickinson írta. Dickinson, mit hívtál? Tehát mondom még egyszer, feszültem, tehát de türelmesen. 061 35 39 4 5 1 Ezt ebben a sorrendben beütöd, és be fog jönni valami. Egyébként, ha már vesszük a szórakozást, ami nyáron ugye sokkal-sokkal tágabb szférája van a szórakozásnak, mint télen, hát gondoljunk bele, nyáron semmilyen fesztivál, vagy télen semmilyen fesztivál nincs. De ez nem igaz. Hát mik vannak? Hát ilyen vásárok vannak, sátorozós ahol... fesztivál nincsen, meg szabadtéri, persze, meg mínusz 20 fok van. Hát azok a lényegek, ilyen nagy nyitott fesztiválok, meg ilyen szabadtéri koncertek, mondjuk semmi. Ebből igaz van a Gábornak, hogy ilyen nagy tömegrendezvények, ahol viszonylag kötetlenül mászkálhatsz. Hockey meccs. Az itt van nyáron, meg hát persze a Balcsi. Itt van a Balcsa, ahová mondjuk egész nyáron lemehetsz. Hát legalábbis magyar szempontok szerint, igen. Hát igen, még most itt vezetünk műsort, hogy magyar szempontok. Itt van még a Balcsi. Nyáron vannak az olimpiák, a világbajnokságok, az egyéb sportrendezvények. De nyáron 2-3 olimpia, igen. Mert minden nyáron olimpiákok vannak, meg VB-k, meg CB-k, meg TB-k, meg mindenféle... Olimpiádék. Olimpiádák.
Tehát az ember is tudja, hogy a meleg sokkal hasznosabb minden szempontból. Ez kétségtelen, hogy egy olimpiai, ha nyárra esik az olimpia, nem tudom, nyárra szokott esni? Mm-hmm. Oké, okay, na tehát, mit tudom. De egy volt már ősz is, ugyebár, amikor mondjuk Ausztráliában volt. Egy futóverseny, ahol mondjuk egészen rohannak a futó emberek, hogy ki a gyorsabb, nem tudom, a többi miért fut, ha az egyik a leggyorsabb, akkor többi nyugodtan maradhat helyben. Mert így döntik el, hogy ki a leggyorsabb. Ja, jó, mindegy. Na, szóval megizzadnak és melegük van. Ha egy olyan ország rendezi, ahol éppen 38 fok van, és akkor délbe elindul egy ilyen futószám, bár azt hiszem, hogy délután vagy este csinálják éppen ez a okok miatt, de legyen délben, hát biztos, hogy a fele hőgutát kaphat akár. Mondhatjuk azt is, hogy milyen jobb lenne nekik, hogyha ősszel lenne, tehát ilyen szeptember, ilyen 22 fokos, de hát ugye a nyári olimpia az nyár, logikusan. Hát benne is van nevében a nyári olimpia. Mert a téli olimpia, ugye télen van, akkor ritka az úszás, meg a vitorlázás, meg a viszont nyáron meg nincs fakutya. Már úgy értem, hogy ez a sport. Ami a téli olimpián, hát már évtizedek óta jelen van. No. Azt hiszem, nekünk Jolika, hogy a kávémókus üdvözöl titeket, de most lefeküdt aludni, és nem tudja hallgatni a rádiót. Na jó, keltsük fel. Átadjuk magunknak. Keltsük fel. Aztán milyen gáz, ha elmész például 35 fokban Velencében, csak nyitott cuccba, és nem engednek be sehova, templom, múzeum, stb. Rocker Miki írta, mert hogy ott nem engednek be ezek hát szerint. Elvileg sehol sem, tehát fedetlen vállal templomba, azért azt nem nagyon. Én voltam Velencei tónál tavaly, és bárhol bementem. Az Agárdi is egy kardinálisban. Férfiak, azok az Agárdi Notre-Dame-ban engedtek. Az Agárdi Szent Márki tér. Az Agárdi Szent Márki téren. Szép muzsika szól. A halsütőben bemertél félmeztelenül, mert akkor büdösebb volt az olaj, de amúgy nem. Szóval azt azért vegyük számításba. Egyébként mindezektől függetlenül inkább a Velencei tóhoz megyek el. De ez a beszéd. Tehát akkor ezek szerint hát nem gondolsz az félmeztelenül ott sem, mint ahogy Budapesten sem az félmeztelenül. Igazából megmondom őszintén, én úgy jártam már nyáron ilyen nagyobb városokban, ami külföldi országban voltak, és nem igen láttam, kivéve a németeknél. A németeknél láttam félmeztelen brigádokat, de azok sem azért nem a hogy hívják ezt a kaput? Nem a brandenburgi kapu körül lődörögtek, hanem ilyen szökőkutaknál, meg ilyen városját, ilyen perifériákon, ilyen kis tavaknál, meg ilyen kertvárosokban mászkáltak. Szentendén is láttam nyáron félmeztelen turistákat, de észrevették magukat, mert ahogy bementek valóban, felkapták legalább a szutykos havai ingjüket, ami mindenképpen pozitív. Nem szeretem a félmeztelen embereket, főleg nem Budapesten péntek délután a piros hetesen. Félmeztelen emberek utaznak a nagy melegbe, hát rohadt undorító. Buszsofőr kivétel? Az kivétel. A következő műsorszám epilepsziás rohamot vagy deviáns viselkedést okozhat. A mellékhatások tekintetében kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Itt vagyunk ismételten veletek, folytatjuk a Hotel Végtelent. SMS számunkat mondom, 70-es, 70-60, 995, egy kis technikai csekket tartottunk. Igen, ellenőriztük, hogy a telefon működik-e. És működik. És nem működik. Nem tehát működik tényleg. Mi is felhívtuk a számot. Hát úgyis az mondja, hogy csöng valahova. Csöng, csak nem tudjuk, hol az a telefon, amely csöng. Azt a vajzé, Roxy vagy a rádió, egy valahol kicsöng. Hát csöng, ez kétségtelen. Ami készüléket itt a stúdióban találtunk, azoknál nem csörög. Tehát valahol itt a rádión belül csörög az a telefon, csak nem tudjuk, melyik az. Úgyhogy ne megkövetjük azt a Dickinson nevű hallgatónkat, aki azt mondja, hogy nem működik a szám. Akiről nem tudjuk, hogy valóban ő Dickinson. De mi, hogy nem hív fel, sose fogjuk megtudni. Én ezt ki tudnám otthon deríteni. Tudod, hogy hogyan hazaküldöm a telefonszámot, és nekem megvannak a partizánbálos SMS-ek. Képzeld el, hogy összetudom. Azokat tartogatod? Bizony. Hú, de beteges. Igen. Hát és a szobámban ki vannak plakátozva hallgató képeket. Amikor megszületett, kapott egy születési anyakönyv kivonatot, még az is megvan neki. Kivonatolva. Ki, szóval az ki van keretezve, hogy ekkor születtem meg ilyenek, azt hogy teljesen elvadult. Szakadok, mint állat, rohadt jók a viccek, poénok, bírom a stílusotokat. Köszönjük szépen, írjál még nekem, és most nagyon szeretem. Kedves Balázs, így kezdi. Igen. Kedves akkor... Balázs, Feri, és Jani. Jani, és Jani.
Azt mondja, Vilma és Viola, ti énekelhetnétek duettet, jó volna hallgatni. Engem alsó tagozatban nagyon megszidott az ofő, hogy félmeztelen rohangáltam az udvaron májusban. Hánk. A gyerekeknek a... Azok nem undorítóak a gyerekek. A gyerekek, hát undorítóak. Jó, már ugye taknyosak meg minden, de a félmeztelenség az A gyerekektől hajlamosabb vagyok elnézni, hogy a tudom én, fényes nappal a körúton. Hát igen, csak itt kezdődik, tudod? Itt kezdődik, hogy megszokja, elkapatod. De nem, hát nem, figyelj, hát gyerekkorában még ágyba vizel is, aztán a nem az van, hogy megszokja, és hát akkor... Hát de nem dicséred meg, hanem elmagyarázod neki, hogy nem szabad. Azért se dicséred meg, mert félmeztelen mászkál, de mondjuk nem mondod hát a hátam mögött, hogy... Ekkora pusztod van, valamiért a gyerekeket hajlamosabb az ember... toleránsabban kezelni, ha egyáltalán van helye a toleranciának ebben az esetben. Az engem sem zavar, hogy megy egy teljesen normális ember az utcán egy kisgyerekkel 38 fokba, és akkor a gyerekről leveszi a kis pólócskát, és ott ballag a kis csávó, mert ugye fő meg, és egy gyereknek nem lehet megmagyarázni, hogy bírt ki kisfiam, mert mindjárt otthon vagyunk 3 óra, hanem ugye le kell venni róla, mert fél, hogy hőgutát kap, aztán beszállhat vele az orvoshoz. Tehát még a gyerekkel elnézem, de egy felnőtt már ne legyen ennyire fegyelmezetlen. Hát akkor megint ott tartunk, hogy 18 éves kor a határ? Igen. Jó, oké. Okay. Hát ilyen esetben hát mondjuk legyen 14. Azért, azért lehet nagy ronda szörös állat már. 17 évesen is. Igen. És azt mondja, figyelj, gyerekorvoshoz jár, oda tartozik, akkor ja, gyerek. Ja, aki gyerekorvoshoz jár, az gyerek. Hát nem ilyet alkolt, és gyerekorvoshoz jár, ez a gyerek definíciója. Azt írja nekünk Dani, hogy én a hideget sokkal jobban bírom, télen 2 pulcsiban röhögve flangálok, a nyári 30 fokban meg kimozdulni sincs kedvem. Úgy is van. Régen egyébként én is valahogy így voltam vele, hogyha nem is szerettem a telet, de nem szerettem a nyarat, az teljesen átfordult, amikor így... Tehát mindent rújáttél régen. Nem igen, azért, mert tínédzser voltál? Elképzelhető. Nem utáltad magad ilyenkor, hogy végignéztél magadon is? Én magamat mindig nagyon szerettem. Ja, hát ez a biztos. Én mindig a nyarat szerettem. A telet régen nem gyűlöltem, mondom gyerekkoromban ennyire. Tulajdonképpen felnőttként csak azért nem szeretem a telet igazából, mint említettem, hogy a sötét és a hideg az, de ez még hagyján. Iszom valamit mondjuk. Hanem az, hogy egyszerűen az élet is drágább, ugye a fűtés meg az egyéb ilyen badarságok miatt. Meg a közlekedés, tehát aki dolgozik, vagy esetleg időre jár, vagy mit tudom én, nincs téli szünet, esetleg a havat sem élvezi annyira, és nem szokott hógolyózni az utcán, meg hóembert sem épít, akkor az tulajdonképpen a tél csak teher. Mondom. Jó, de ennek nincs egy ilyen romantikája, hogy a hósipkás házikók, a mézes kalács, összebújunk a tűz mellett. Ahol én lakom, ott nincsenek hósipkás házikók. Jaj, igen. Ott ilyen szom nagy panelházak vannak, és ott, ha van rajta hósipka, az csak a 20-ról lehetne látni. Az, hogy elmegyek esetleg egy kis vidéki falucskába, és megnézem, hogy néznek ki a hósipkás házikok, meg a havas utacskák, meg az erdőcskék, az így megolható lenne. Pusztán az az akadálya, hogy esetleg akkora hó van az utakon, hogy nem tudok az autócskával elindulni, meg pörgök, mint a bugócsigácska. Tehát ez is egy szempont lehet. Jó, rühelem a telet a hideg miatt, meg a sötét miatt. Nem tudjátok kibeszélni belőle. Mi van az ősszel? Igen, térjünk rá az ősszel, mert hogy arra még van időnk pont, és akkor így lesz kerek ez a műsor. Hát az ősz meg tulajdonképpen egy olyan évszak, ami teljesen abszolikus. Én azt gondolom, hogy az ősz a Jolly Joker. Így van. Igen. Hiszen hát az elején nyár, utána pedig a vége fele lesz csak tél, tehát a legvégén, és addig pedig még nyitva ősz. Van minden. Már elrejtheted az elrejteni valókat, de tudsz is menni, este még azért úgy kint lehet lenni. Igen, az ősz egy elég univerzális évszak ilyen szempontból. Ha szerencsénk van, akkor szeptembertől akár október végéig, november elejéig is olyan késő nyári idő lehet, ilyen 15-20 fok, akkor olyasmi, mint most. Jó, a városban ugye megvan az előnye annak, hogy mindenki szépen már visszaszállingózik a nyaralásokból, tehát sokkal nagyobb élet van. Igen. A helyi erőkből. De hogy gondolod, és akkor mész le Balcsira, akkor meg kevesebben az vannak. Igen. Én csípem az őszt. Azokban a mediterrán országokban, ahol a nyár egy kicsit jobban húzódik, mondj mint nálunk. Hát Horvátország, Spanyolország, vagy akár Afrika északi része, azt, amit még ide sorolhatunk. De az olasz nem mondhat véletlenül? Azt véletlenül nem mondtam. Ugye például ugye szeptember-októberben még szerveznek nagyon jó kis tengerparti utakat szarér, ugye? Hogy aztán olyankor milyen a tenger, azt én nem tudom. Tehát ez fogalmam sincs, hogy egy októberi... Nem hűl ki gyorsan. Hát relatíve, 26 fokot, mert ez nekem hideg, 26 fok alatt. Tehát valószínűleg jobban hűl.
Én csak azt szeretem. Tehát én 24 fokos vízben már úgy megyek be, hogy kocog a fogam. Nápolyban voltunk, ugyebár most októberben, és a víz az tökéletesen alkalmas volt az úszásra. Az a fajta, hogy ez aki víz bírja a hideget. Nem, tényleg. Silla Györgynek például. Kiváló. Kicsit vacogott. 24 fok az inni, meleg, fürödni, hideg kategória. Sirilla az állítólag már 20 fok alatti vízbe is belemegy. De hát ezt nem is értem. Tehát egyébként a rozmár is lengetni a kalapját, meg a jegesmedve sírva kérni a receptet. Tehát ugye az ősz Jolly Joker, én azt szeretem, mikor nem szeptember első napjától beköszönt az a koratél. És sajnos van olyan egyébként. Van olyan is előfordul. Hál' Isten az éghajlatunk egy kicsit kezd eltolódni afelé, hogy szeptemberben még az elég nyárias az idő. Hogy októberben ennek majd valaki megisszák a levét, de remélem minket még ki. Két generáció múlva már azért még szeptemberről is le fog égni a kis fejük bőre, de most még azért kivírják. De igen, kezdünk a mediterrán felé hajlani. Én például ennek örömére már az erkélyen tartok egy fenyőfát. Szobafenyő természetesen, vagy nem szobafenyő, mindegy, ami és a hegyet terem. És kibírja? Hát bírja, bár már kezd egy kicsit nervozni. Nem tűnik olyan őszintén. Micsoda? Bírja, bilogatja. Hát nem panaszkodik, nem szólt. Nálam paradicsom termett a gangon tavaly. Ja, nálam meg banán. Mondjuk elültettem direkt, tehát nem csak úgy kidugta a fejét a kövek közül. A körései közül kiszökett egy paradicsom növény. De hát én kifejezetten örülök annak, hogy tagadhatatlanul kezd egy picit mediterránosodni az ország éghajlata, mert mire bejön az a természeti katasztrófa, hogy minden fél Európát elönti a tenger, és mindenki megy a hegycsúcsokra, meg a tengertől elfelé, feltehetően, bár nem érzem magam annyira idősnek, én már nem fogok élni, tehát az elkövetkező 100 évben ezt elképzelhető, hogy megoldják. Én most élvezem a helyzetet, mert minél melegebb van, annál jobb. Az ősz még olyan is kicsit mondjuk ilyen párkapcsolati szempontból, mint a buli vége, nem? Aha, az elmúlás. Nem úgy értem, hanem, hogy aki addig nem akasztott le valakit, az akkor jó, még gyorsan. Bele, hogy, aha. Még belehúz az utolsó időben. Én azt hittem, hogy arra gondoltál, hogy még akkor lehet menni így hétvégente romkocsmákba bulizni, hiszen még nyitva vannak, és még nem... Nem így értettem, hanem, hogy aki neked be a summer love kategóriában nem volt szerencséje. Mondjuk nagyon sok ember van, aki, én ismertem olyanokat, akik azt mondták, hogy a nyarat végig bulizták, mindenfelé jöttek, mentek haverokkal, és akkor, mikor eljött az ősz, és vége volt a nyárnak, akkor próbálta keresni egy normálisabb kapcsolatot, mert akkor már ugye nem rohangál az ember, nem kell magyarázkodni, hogy hol vagyok, meg nem kell mindenhova vinni a pótkereket magaddal, tehát igen, az ősz az kifejezetten főleg egy szép, meleg ilyen indián nyárnak minősülő ősz, az alkalmas arra, hogy egy komolyabb kapcsolatot. Ez az, a kell vigyázni, hogy ilyenkor már karácsonykor ajándékot kell venni, erre nagyon oda kell figyelni. Szilveszterkor vele kell tölteni, meg is minden szülőket, lehet, hogy nekik is ajándékot kell venni. Hát épesző ember ilyenkor laza kapcsolatokba megy csak bele ősszel. Hát, hogy mondjuk azért szilveszterig még lehet úgy hülyíteni egy kicsit. Akkor is ajándékot kell venni. Igen. Nagyon nem tetszik ez nekem, de hát ez így van. Tehát aki szeptember-októberben csajozik vagy pasizik be, az vegye tudomásul, hogy decemberben mélyen bele kell nyúlni a zsebbe. Azt mondja, hogy a tél csak kandalló, vörösbor és ablakon át jó. Rocker Miki, hát ezt egyébként igazán, tehát én is azt gondolom... Hát ha belül vagy, akkor... Hogyha megtehetném, hogyha valaha is megtehetném azt, hogy télen nem mozduljak ki otthonról, akkor megtenném. Most ha... Nem csak a cselédet küldenéd ki a boltba. Még az boltba sem. Lemegyek. Tehát az a legkevesebb, csak ilyen hosszú távot túlnék. Lehet odahívni a boltot, van kiszállítás. Hát annál azért rosszabbat nehezen tudok elképzelni egy időjárás tekintetében, amikor lemész, látod, hogy éjjel esett 20 centi hó, és elkezdett kiásni a kocsit, ami vagy indul, vagy nem indul. Az kétségtelen, hogyha tényleg, ha anyagilag megtehetném, tehát egészen igen vastag, gazdag ember lennék, lenne egy rohadt nagy téligumis terepjárom a ház mellett. És csak az lenne a dolgom, hogy ülök a kandall előtt és vörösboron keresztül nézem az ablákon kifelé, akkor való igaz, hogy engem se zavarna annyira a tél. Mert hol leszarnám, hogy az ablákon látok ki, vagy nem. Jó, de ha nagyon gazdag lennél, akkor nem az, hogy mindent hol leszarnál? De a telet pláne. Tehát úgy lennék vele, hogy kinyitom az ablákot, kinézek, esett a hó, ott a terepjáró, Hammer vagy valami, Hummer. Hát, nem, akkor mondjuk tényleg elutazhatsz, hogyha annyira nagyon gazdag. Nem akarok, minek? Hát megtehetem, nem kell kimozdulnom otthonról, akár napokig otthon ülhetek és nézem, hogy az utcán megfagynak emberek. Meggyújtasz egy pénzt, érted, és már rögtön meleg van. Egy 1000 euróssal begyújtok a kandallóba. Egy államkötvénnyel. Igen, az az adósság. Hadd égen az a zsé. Na de hát szóval,
Igen, valószínű, hogy azért az évszakok szeretet, illetve nem szeretete, sajnos bármilyen abszurd összefügghet az embernek azon helyzetével, hogy mennyire van ráutalva, hogy kimozduljon otthonról, és azt csinálhat, amit akar. Mert azt csinálhatnék, amit akarnék, akkor valószínű, hogy télen is azt csinálnék, amit akarnék, és jól érezném magam. Maximum a fél méteres hóval nem mennék sehova. Megtehetném. Emcsi, miről beszélsz? Már csak 2 évszak van, 8 hónap hideg és néha meleg. Miki, nincsen igazad, most épp az, hogy nagyon meleg volt. Most 6 hónap meleg, 6 hónap hideg, inkább úgy feleződik. Tehát és ez meg már 3 évszak. Ugye? Elmosódtak a... Mi? Ne viccelj, mert november... A maradék 6 meg sem leget. November, december, január, február volt hideg most. Az micsoda? 4. November, december 10 fokok voltak, ne viccelj. Plusz. Pluszban. Na hát azért mondom, hogy na jó, de most ahhoz képest, ami utána már baromi meleg van. Tehát 6 hónap hideg, 6 meleg. Volt ebben az évben 3-4 olyan gyűlöletes hét idáig. De csak 3-1 hét. Tavaly volt, vagy januárban? Januárban. Minusz 1000 fokok voltak, akkor úgy éreztem, hogy közel állok ahhoz, hogy szuicidumot kövessek el. Valakit összeverje. Arra gondolom, hogy majd megölök valakit, hogy felakasztom magam, de aztán hál' Isten elmúlt ez az idő, úgyhogy túlzottan nem csináltam belőle. Te láttad el a kollega baját? Melyiket? Hát itt a kibicegett. Nem, az nem én voltam, az a Kálmán volt. Ennyi. Na, hát szerintem lassan konkludálhatnánk. Jól van, kezdjük azzal, hogy nagyon fontos dolgaink vannak, amiket szeretnénk elmondani. Például, hogy a Facebookon Hotelvégtelen néven találhatok meg minket, illetve van egy honlapunk a hotelvégtelen.hu. Dickinson, neked külön mondom, hogy a Facebookon jelölgess minket, és akkor bár sose láttuk, hogy nézel ki, de szerintem el tudjuk dönteni, hogy te vagy a Dickinson, vagy sem. Hát lehet, hogy még sose láttam őt, de el fogjuk dönteni, hogy ő-e az-e. El lesz az döntve. Simán eldöntjük. Élőben legközelebb jövő héten találkozunk, ha minden jól megy itt a 99,5-ös megahertzen, az ismétlés pedig szombaton van, ugyanebben az időpontban, vagyis 10-től éjfélig, ugyanezen a frekvencián, vagyis a Rádió Q frekvenciáján. A Rádió Q-nak egyébként radioq.hu a honlapja. Hogyha nem tudnátok, hogy az ismétlés mikor van, hogyha beírjátok ezt a böngészőbe, és bejön a honlapot, meg tudjátok nézni. Simán. Mit szoktunk még elmondani? A hát blues bázádat, vagy mi? Rocktár van szombaton 1 órától 2-ig, hát igen, 1 óra. Illetve a múlt heti óráépet holnap este 23 órától meg lehet hallgatni, és jövő héten is Juráép, azaz e héten is Juráép lesz a második része. Hallgassatok bele, lesznek még benne csemegék, ha gondoljátok. És hogyha egy jót akartok nevetni, akkor kultvicc.blog.hu. Én azt hiszem, hogy változnak az évszakok, elbúcsúzunk. Ugye el ne énekeljük most. Az az igazság, hogy most van előttem egy papír, és el tudom mondani, hogy jövő héten mi lesz a téma, ha kíváncsiak vagytok rá, vagy legyen meglepetés. Mondd el a témát, mondd el, tegyünk egy próbát. Hát srácok, lányok, ilyen még soha nem volt. Elárulom, hogy jövő héten mi lesz a téma. Jövő héten az lesz a téma, hogy alkohol. Alkohol? Tehát az alkoholról fogunk beszélni? Aha. Ez klassz. Na várjál, betesszük azt a számot, amit végül is a mai adásra csináltunk? Uh-huh. Amit énekeltünk? Igen. Úgy gondoltuk, hogy ez a nuncsi, hogy állandóan azt mondjuk, hogy mi énekeltünk, és aztán milyen kampó. De most, hogy az adás utolsó persze, tehát nem kell várnunk visszajelzéseket, meg mindenféle negatív felhangokat. Így most lemerjük játszani. És egy magyar nyelvű számot hoztunk nektek össze. Fogadjátok sok szeretettel. Találkozunk jövő héten. Szervusztok, jó éjszakát! Sziasztok, jó éjszakát!